open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 14 perccel jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, jó reggelt. Hello mindenkinek. Föl sem voltatok tolva. Most kellett megoldani ezt a dolgot. Hát, mi folyan ügyes vagy, már híreket keversz, azonnal reagálsz. Minden van gyerekeket. Nem, megoldunk mindent. Itt a végére megtanulod. A végére csak meg tudom, hogy melyik gomb, mit jelent, mi van ott. Na, mi újság van? Most minden a legnagyobb rendben, gyönyörű, jó idő, nyár, utolsó pillanatai, rohadjon meg a horgászat, hogy utálom. Miért van az, hogy az ember gyereke azt szereti, amit az apja nem? Hát, na, is el van kattamva, ugye? Igazából nagyon. Ez hogy van? Hogy te sosem mondod neki, hogy te fiam, nem megyünk horgászni egy jót. És a gyerek valamiért ezt kitalálta magának, és itt nyilván persze elmész vele, de hogy nekem miért kell kukacokat fogdosnom, hát, jó étvágyat, halakat, ami ragad és büdös. Szereti, imádják, hogy egy olyan titokzatos az egész, tehát hogy a vadászat élménye. Már hogy a, nem, a, hogy így nem, hát inkább a, igen, tehát a vadászat szerintem annyira nem, az nagyon véres, de már valahogy nem úgy, a halvadászat. Igen, becserkészi, kifogja, megakasztja, stb. Övé, hazaviszi, megsüti, megeszi. A Virág is rá van kattama. Érdekes módon. Ő is most pont a múlt héten mondta, hogy menjünk el megint horgászni, mert egy időben elmentünk. De hát én ugye nem annyira kultiválom már a dolgot, bár régen én is odáig voltam a gyönyörtől meg vissza, de én is fú, nagyon-nagyon szerettem. Én meg ezt soha. A fene se tudja. Tehát, hogy én sem bírtam, untam, mindig is untam. Ott állsz, érted, várod, hogy valamit meghúzza, ezért akkor ki, és fogod ezeket a 6 centis neciket, 45 darabot. Az egy másik. Tegnap. Nem akarok többet leakasztani, ha orrogról halad. Igen, leakasztott, fáj neki, én sem bírom semmit nem tálka a horgászatba, ami. Mert ez egy másik, ez egy párhuzamos dimenzió. A Damila féregjuk. Amin keresztül eljutsz a másik tényleg világba. Egyébként, mert hogy nem tudod, mi van alul. Nem, fogalmat sincs róla. Akkor szerintem egyáltalán nem lenne izgalmas, hogy ez olyan lenne, mint a bevásárlóközpontokban, vagy a henteseki karácsonykor az akvárium, hogy nyüzsögnek benne szerencsétlen halak, és akkor látod, hogy mi történik. Ráarab, nem marab, fú, de izgalmas, semmi nincsen benne. Az úgy nem lenne. De így, hogy nem látja a gyerek, csak tényleg azt látja, hogy ott lebeg egy ilyen kis úszó, és megmoccan, nem moccan, stb. Az egy másik dimenzió, egy izgalmas világ. Mindig az van, hogy azt mondja a gyerek, hogyha fogunk egy nagyot, akkor abba hagyja. Akkor végem? Igen. Na most hát nyilván nagyot nem fogunk, mert egy ilyen pöccintős botunk van, egy úgynevezett spitzbot, már ezt is tudom, ezzel horgászol, amivel hát biztos lehet mit ilyen tenyérni keszeket, kárást kifogni, de ott a mi horgászunk nincsen, és azon gondolkodtam, hogy azt hogy tudom megoldani, hogy veszek egy halat, aha. És akkor azt valahogy... Nem fogja abba hagyni. Nem, akkor fogja abba azt mondja, hogy még nagyobb. Nyilván hagyni. Nem írja körbe, hogy most mit jelent az, hogy nagy nála. Tehát, hogy ő egy nagyobbra gondolt, mint amire te gondoltál. Igen. Egyébként megörülj neki, hogy nem rabol rá valami kapitális harcsa. Ért az gyereket nem viszik be a tó közepére. Úgyhogy ezt meg akarom oldani valahogy a feladatot, hogy nyilván nagyon jó velük lenni. Tehát, hogy a magát a ízet imádom. Csak valahogy mondod, igen. Hogy nem menjünk-e bringázni, Somo, vagy mit tudom én. Apa, menjünk ki horgászni. Nem áll, nem áll. Akkor a kukacokat, ezeket én nem is értem. Csonti, kis csonti. Persze csontizása. Ez az egyik, a másik. Paprikás kenyerezetek inkább. Hát de arra meg nem jön semmi. De hogy nem. Na, ezek a kis ünnepek. Leázik a kenyér. Leázik egy csomó. Szóval összegyúrva. Igen? Aha, ha jól összegyúrva, akkor... Jó van, jó. Én az. Próbálkoztam a kenyérrel, mert pont ez, hogy ne kelljen ott ízét csontizni, kenyerezni. Arra figyelj, nem jött semmi komolyan. Hoztunk zseniális csont. Hát ezek a velencei taviak, ezek már nem tudják, ezek a halak. Csak a csontira jönnek, úgyhogy kenyérre nem jön. És hiába. Másik meg a foci, kitalálta a gyerek, mert hallotta a szomszédtól, hogy ők mennek a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseire, lehet kapni ilyen bérletet, hogy az összes magyarországi meccsre, hogy apa, menjünk meccsre. Hogy már végre az EB-se, a VB-se lehet ez őkre, igen, most ősztől indul. Ferőer, oda mondjuk oda mennek a fiúk, az azt hiszem majd tavasszal. Az kicsit egyszerűen, ott sokat kell utazni. Igen. Én megnézném Ferőer, csak oda meg a gyerek ne jöjjön, ugye? Nem, tehát az itthoni meccsekre, itt lesz egyébként mind a izében a Fradi stadionban, hogy lehet kapni ilyen bérletet, hogy arra meg, most arra VB-se menjünk. VB-se lejtező. VB-se igen, lehet, igen, én válogatott meccsek lesznek, azt tudom, hogy a magyar válogatott játszik, és akkor a gyerek kitalálta, hogy
kapcsolatban. Apa. És oda sem mennél? Nem tudom. Majd mondod, hogy a kapuban azt, hogy ide, hogy tiltakozás, hogy én a szkenner ellen értettem. Nem értesz egyet, hogy én a szkenner a belépkezésre van. Apa, mi ez a vén a szkenner? Félek, hogy az ezt nem fogja majd meg. Még a gyerek, de ezen is most agyalunk. Egyébként én így a magyar válogatottal vagyok. Neccesebb lesz, mint az EB, mert ugye onnan csak egy jut tovább minden csoportból. Talán a második az már pótselejtező, nem tudom, de melegebb lesz. Ráadásul most már nem mi vagyunk a sötét ló, ahogy szokták mondani. Igen, és akkor most nem lesz akkor a hírok, igen, most már felkészülnek azért belőlünk, mert lehetetlen névjegyét a válogatott az EB-n, úgyhogy most már számítanak rá, hogy azért tudunk. Most akarunk, tudni fogják, hogy tudnak, focizunk, akarnak. Mi? De én tudom, soha életemben nem voltam még foci meccsen, kicsit így meg is bizseregtem. Nem mondd már. Hát nem, esküszöm. De semmilyenen? Hát egyszer. Szabad új kígyós, szabad kígyós. Á, azokat nem szeretem. Vagy csak a végén az erdőben a verekedés. A verekedésnél, a igen. Sarjadó, meg a kocsmázás. A sarjadó alkácok között. Egyszer Csaba meccsre elmentem, Békés Csaba meccsre, ezt meséltem nektek, hogy pont 3 percig voltam ott. Mert ez mi volt? A Békés Csaba meccsre mentem. Ja. Békés Csaba, nem tudom kivel játszottak, mert én háttaláltam a pályának, mert egy haveromat kerestem, és akkor miután ott pont valami akció volt, amit ugye a Népes Béközép, azt hiszem ott is, vagy mindenhol így hívják a kemény magot, hogy Béközép, elkezdtek anyázni, hogy mert takarodja innen kisgyerek, mert nem látunk, akkor aztán én ki is mentem. Tehát, hogy ennyi volt a nagy foci meccs, de most meg, ahogy néztük ugye a magyar válogatott meccseit, izgultunk értük, úgy tulajdonképpen kedvet kaptam, de egybe kapható a bérlet, és kettőnknek ez egy szolid 100 000 forint menjetek lenne. Menjetek ki egy MTK meccsre, ott nem biztos, hogy elveszíted a gyereket. Hát ott nagy tömeg nincs. Ha 3 meccs van benne a 100 000-ben, 3-4-en van a két csoportban, 5. Azt hiszem, 4 vagy 5. Nincsenek 6-an egy csoportban, sok. Sok? Sok. Sok, akkor 4. 4 vagy 5 maximum. Igen, valami ilyesmi. Hát én meccsenként, azt hiszem, fejenként 10 000-re jön. Aha. Azért most egy koncert is annyi, hogy ad-e annyi. Mert biztos jó hangulat lesz kint. Az biztos, az biztos jó hangulat, igen, lesz. Igen. Nagy érdekes lesz az EB után, az biztos, persze. Ja. Tehát arra várom a tippeket, hogy hogyan tereld a gyereket a saját érdeklődési köröd felé, ami a legrosszabb dolog nyilván. Fröccsözni mégsem fröccsözhet. Hát, micsoda. Kismálna. Kismálna. Hát kismálna, nagymálna. Két deci szóda, egy deci szörp. Így, hát az kicsit erős. Igen, durva lenne, de kismálna, nagymálna már náluk is van. De nyilván azért valami olyat keresni, ami apának is, meg a gyereknek is jó. Ez hogy sem. Ugyanakkor persze nyilván, hogy teljesedjen ki a gyerek, csinálja azt, amit ő akar. Hát, de... szerintem úgy csinált, hogy ne erőltesd. Na, akkor lehet, hogy felkelted az érdeklődés. Ha erőlteted, akkor az erőlködésre csak ellenállás szül. Tehát, hogy azt fogod tudni, hogy na, apa ilyen, és azt szeretné, hogyha a kisfia Soma is ilyen lőjön, akkor aztán viszontlátása, akkor bármit erőltetesz, az nem fog menni. Ez csak is dacból daf kell. És viszont akkor kezdjem el erőltetni a horgászatot, mert akkor azt megutálja. Jó, hazamegyek, mert én mondom, soha! Na, haza, jó. Gyerünk horgászni! Gyerünk már, na! Gyerünk, kocsatást, gyerünk, vettem 2 új botot, ezt figyelj, a villantózó gollab meg, érted? Menjünk víz közt, aztán meg felekezünk, gyere, kész vagyok már bojni, hey, hajrá! Ez az, milyen jó buli lesz, gyerek! Hajnal 2 kejjé föl! És akkor ezen analógia alapján akkor ezt meg fogja utálni. Nagyon köszönöm, hogy segítettetek. Ennyi. Jó. Uh-huh. Köszönöm ezt a csütörtöket. Még nincs fél hét, és már megoldottuk egy problémát. Látod? Mi az ismétlésünk? Hogy mondani akartál még valamit, nem? Ja, nem, nekem most rossz kedvem van. Na. Annyira várom már, hogy a Proxima Centauri ezt a bolygót, ezt a kis vörös törpe bolygót benépesítsék a Földet, főleg azokkal, akik ezt az egész várost ilyen élhetetlen, lakhatatlanná teszik, összeszemetelik, összehányják, összeforsák, elegem van belőlük. Azt akarod egy büntető bolygónak, mint az Alienben? Igen, kezdődjön úgy, mint ahogy Ausztrália történelme kezdődött. Jó, hogy ők küldjék fel őket ide elsőnek, érted? Mert azt gondolom, hogy nem kár értük. Figyeljetek, tehát, hogy tegnap bevókáztam a városba, most arról nem beszélek, minden reggel szedem össze a sörös dobozokat, meg a kis vizéket, fél decis üvegeket a villamos megállóba, ezt már megszoktam, de hogy tegnap bekószáltam a városba, és itt a Korvin köznél, például konkrétan itt az árkádok alatt egy gíroszostól 10 méterre van egy telefonfülke, ahol szerettem volna elintézni gyorsan egy telefon, és hát igazából nem tudtam elintézni, mert mást intézel ott. Mind a két fülkében. Nem gondolják, hogy naponta valaki telefonálása. Rohadjanak meg. Igen. Tehát, hogy ez komolyan mondom, undorító. Undorító, hogy néz ki a belváros. De oda kakilt, vagy mit csinált? Hát nem egyszer. A fülkébe, vagy hova? Aha, és mind a két fülkét gyakorlatilag arra használja, és ezek már nem zárható ajtai fülkék, hanem ezek teljesen nyitott fülkék. Pár méterre onnan meg, hogy hívják ott. Hát, pár méterre onnan meg, mondom, ezért gíroszt árulnak.
Másik irányban meg hogy hívják, ott fagyit, meg akár. Én nem hiszem el, hogy milyen emberek vannak. Valamikor ez, tudjátok, nálam időről időre ez mindig kicsapja a biztosítékot. Nem változik semmi, tehát most majd, persze majd holnap megnyugszom, meg, és akkor semmi gond nem lesz, mert egy pár hétig majd megint nem fogok pufogni. De egyszerűen szörnyű. Csak megállsz itt, nyalom a kis fagylatot, megyek ki, lenézek a földre, ott megint nagy csanda. Tehát, hogy az egész undorító az egész város, komolyan mondom. Tehát ide jön valami külföldi, és össze, persze, hogy Prágába megy. Nem tudom azt, hogy Prágában van-e ilyen. Én nagyon... De vagy mi volt? Tehát elvesztett a mobiliát, bement telefonálni, rájött a gitelés, és oda kakilt, vagy egyből úgy ment be, és eleve nem volt mobil. Ki használ még mobiltelefon nélkül, vagy ilyen fülkét? Jani hallott, hát ő akar telefonálni. Ne veszünk el a részlet. Nem, miért akartál bemenni egy fülkébe? Hát nekem ezért nem... 15 éve nem voltam... Ilyen egyszer, marha egyszer az egész lefagyott, az nyomorult. Mennyivel megy egy fülke most? 100 forint? 100 emelős, bedobod. Dettó, abszolút. És ilyen kártyás, mert nem nagyon látok. Egy perc a 100 forint? Vagy meddig beszélsz? A tököm tudja. De oké, egy perc. Azt hiszem egy perc, de 100 forint nem keveset, nem is volt. Igen, de hogy igen. Van. Tehát, nem, hogy ne használja nem az már nyilvános WC-nek. Nem is tudtam, hogy vannak még ilyen telefonfülkék, komolyan mondom. Hát kit? Itt már nem használ senki. Kártyás nincs, kártyás is van még. Nem értette, nem tudta megfejteni a funkcióját. A postán tudok még Matáv kártyát venni, és akkor beszélhetek még kártyával? Szerintem kártyás már nem nagyon van. Kártyás már nincs. Nem, ez csak ilyen ízével, százasom. Nem, itt nem is tudom, hogy valaki használ-e még. Valószínűleg kapott egy rossz hírt. Tehát bement, telefonált. De többször is. Kapott egy rossz hírt, és akkor többször kapott egy rossz hírt. És mondta, hogy nem mondanám, elég volt. Vagy van. Vagy van 3-4 rossz hírt kapott. Igen, és úgy is tett. Lenevettes, Józsi, telefonkönyvek vannak még kitéve, mert akkor megértem, hogy szaknépsor. Figyeltek. Mert akkor megértem, hogy ott a papír is hozzá. 100 forinttal mobilt hívni, az körülbelül, hogy bedobod, és már itt egy csípok, hogy dobjál újat, hogy mit csinálj. Nem is emlékszem. Egy az utolsó másodpercekben elkezd. Atya Isten, de régen volt ez. De régen volt ez. De kitakarítottál, nyugtass meg. Ott hagytad? De magad után. Elmentem venni egy üveg domestoszt, érted meg, hogy hívják ott. Ezért a felmosó fejet, meg fát, és izé feltakar. Féljetek, nem hiszem. De hát, mit néz körül a lépligetben. Reggelenként. Hát, hogy így. Egyszerűen szörnyű. Igénytelen állatok vagyunk nem baj, egyébként. Nem baj. Jó ez így. Na, nem tudom, nem menjünk. Valahogy nem. Nem látok ilyet. Mert olyan nem gyorsan mész a városba, hogy... Nem, mintha cserélnék ezzel egyébként. Na, mit ismétlünk? Lakótárs, az jó, az megismételjük. Tegnap láttunk egy ilyen blogbejegyzést, ahol lakótársak osztottak meg egymásról különböző kis bejegyzéseket, hogy kinek milyen lakótársa volt már, ugye ez volt a témánk. És hát egészen elképesztőek jöttek. Ugye egyetemistákat kért meg, hogy írjanak meg, hát azokat, akik közösen bérelnek lakást idegennel. Hogy érezték magukat, illetve milyen volt. És hát szenzációs SMS-eket kaptunk, úgyhogy ebből szemezgetünk. Játékunk hogyan? Megnyertük a hetet 3-0. 3-0, behúztuk, jó van. Nekem úgy, Jani, te is oda akartál gitteni, csak valaki megelőzött. Azért, hogy mérges. Senki nem telefonál fülkébe, Jani? Igen. Pontosan így volt, igen, és nagyon ingerült voltam, mert fél lábon állva nem tudok kulázni. Igen. Már éppen bementél, kigomboltad a nadrágodat, odafészkelted magad, letoltad a nadrágodat, lenéztél, és láttad, rohadt élet, megelőztek a büdös flakmaiskola, ez is már nem csillog olyan szépen. Igen. Na mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, közben jelent kezdetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Én magam miatt költöztem be. Te kollégium is? Tényleg. Igen, mert élvezted a bulit. Nem, én az Árpád egy oldalán laktam, és a másik oldalán volt a Kolesz. Gondoltam, egyes villamos, két megálló beköltöztem. Indokolt volt. Két hónapra beköltöztem egy fiú kollégiumba. Jó, de nem kezdett, tehát nem kérvényezted, csak bementél. Bölant laktam ebben a szobában, abban a szobában, aztán rájöttek, hogy illetéktelen behatoló vagyok, és kiraktak. De két hónapok sikerült kollégiumistának lennem. Tehát te laktál együtt, nem? Abszolút, én nem csak kollégiumban, én utána sokáig úgy albérleteztem, mert az jó megoldásnak tűnt, hogy mi van, hogyha többen fizetjük a dolgot. És ezek a klasszikusok, amikor úgy vagy, hogy egy két szobás lakást ketten kibéreltek, és ez odáig még tökre rendben van, és egy hét múlva, hogy bemész a lakásba, akkor van egy buli. Még erre is azt gondolt, hogy oké, hát nyilván csináljon ő is egy bulit magának. Amikor a buli harmadik napján még mindig ott van az a hat ember. Senki sem mozdul. Még akkor is azt mondott, hogy ez egy hosszú buli, elfáradtak, miért nem maradjon. Ez nagyon menő. És egy hét múlva így megkérdeztem a kollégát, hogy figyelme, Zoli, hogy a srácok azok maradnak? Szóval igen, mert jól érzik magukat, meg nekik nincs homos lakniuk.
Na de mondom, egy szobában, az mondjuk 15 négyzetméteres szoba volt, vagy 10, nem tudom, egy szobában laktok hatan. Igen, de már gondolkodunk, hogy hozzád is beköltöztetek hármat nyár. Hozzám, de milyen buli lehetett, ahol három napig utána mozdulatlanul fekszel, nem? Szóval igen, azért, azért mondhatni az jól sikerült. Haladó. Ez egy erős haladó buli. Igen, erős haladó buli. A szobatársam a koleszban leköpte az ágyát, hogy megjelölje a területét. Jó, hogy nem körbe A szobatársam a koleszban leköpte az ágyát, hogy megjelölje a területét. Nagyon jó. A lányom Szegeden lakik albérletben. Az előző lakótársa egy nimfa volt, de csak az ázsiai származású férfiakat részesítette előnyben. Nem kis audio hangzással, de szép megfogalmazás. NMAH barát mondhatjuk. Ez a gyerekekben nem lehet belőle. Aztán azt mondja, hogy lányom, igen, egy évig laktam kollégiumban, a szekrényeink az ajtóval szemben voltak, egy buli alkalmával, mikor én már békésen aludtam, valaki bejött a szobánkba, és belepisírt a szekrényembe. Két éve volt, a családom még mindig emlegeti. Lakótársa mindig mindent hazahordott. Egy bevásárló kocsi volt a ruhás szekrénye. Nagyon jó! Úristen, nagyon bírom! Igazi rekedról azt. Nagyon jó, fej lehetett. Bevásárlok, hogy jól a ruhászekrény. Mert ha költözni kell, érted, ott nem pakolsz, csak áttolod máshova. Meg van már, hogy ellopja a ruhászekrényt, és mondjuk egy negyedik emeleti panellakásba hozza föl a lépcsőn, hogy az lesz a szekrény. Tehát azért ez gyönyörű. Bevásárlókocsi közúti táblákat gyűjtött. A lakotás áprilisban kitalálta, hogy ő túrázni fog, ezért vett egy sátrat, de azt ki kellett próbálni, gondolta, ezért felverte a galérián. Egyszer arra értem az, hogy horkol, de nem láttam se, rájöttem, hogy a sátorban alszik. Állítása szerint azért, mert sokat szunyog, majd novemberben kiköltözött a sátorból és a lakásból is. Imádom őket, nagyon jó. Főiskolai csoportásom Attila volt, aki nem volt szobatiszta, ha ivott. Részegen nem talált ki a vécére, így oda pisilt mindig, amit egyébként vécének gondolt. A szobatársai mindig kizárták, hogy aludjon annál, akinél ivott. Így több szobát is lerendezett. Ilyen ismerősöm nekem is volt. Van egy bizonyos fok, egy maligán fok, ami után már mindent vécének gondolsz. Igen. És azt gondolod, hogy megérkeztél, de nem vagy a budiban, állsz a nagyszoba közepén. Igen, vagy a radiátor előtt, az ablaknál. Félelmosan ezt végignézni nagyon kemény. Egerben a lakotásom a Pécsen, az iskolában járó barátnője bugyját hordta, mert így úgy érezte, hogy vele van a barátnője. A bugyikat szakítás után sem adta vissza, néha később láttam rajta, írja egy hallgató. Azok nem a volt barátnőről szólt, ott azért már mélyebb gyökerei lettek ennek a szenvedélyt. Volt lakotársam lány újévkor korhelylevest főzött saját magának, mivel én utálom. Pár hét múlva le akartam takarítani a tűzhelyt, az egyik ott felejtett fazék tetejét kíváncsian felemeltem. Számomra nem volt ismerős, megkérdeztem a lakotársat, hogy mi az. Ja, hát az a leves, el is felejtettem. 3 hétig állt a fazékban. A leves. Imádom az ilyen. Fanszőrét a kárban borotválta, persze eldugult, mikor mondtuk neki, hogy ki kellene takarítani, beszűkült arccal azt mondta, befeszült arccal azt mondta, nem. Két napig nem tudtunk fürdeni. A kajás edényeit úgy vitte haza az anyának, hogy még benne volt a kaja. Minden egyes nap Batman sötét lovagot nézte, totál hangerő, minden nap. Jó, de jó, én ezt imádom. A másik gyerek se volt gyenge, non-stop alsógatyában ült a gép előtt, más helyzetben sose láttam. Gyerekek, azért ez milyen kemény, nem? Mi ezt nem tudjuk, de azért akivel így laksz évekig, szóval azért az nagyon kemény. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc óra pontosan, 7 óra, jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. Azt nézd, éppen ez Róma? Igen. Vagy hát Olaszország. Tőle, de Olaszország körül. Szörnyű. Perugia. Pont ezt mondtam reggel, hogy lefekszel este aludni, és... És fölkelsz, és nincsen semmi. Semmit. És akkor még szerencsés vagy, mert életben maradtál, most összem 160. És hányan lehetek még ott a robok alatt, tudod, akik még ott vannak, még mindig. Igen, elképesztő. Gyakorlatilag városok tűntek el. Azt írják, igen. Nagyon nagy földrengés volt. Na, van egy friss közlekedési hírünk. Várdomban az 56-os úton a Szekszár felől érkezőket méri két fiatalember István küldte. A soproni határ áll, a sógorok ismét rosszat álmodtak. Zsóka küldi, valamint Pákoznál az M7-esen a Pest felé tartókat mérik, és az 526-os utcában a 17. kerületben trafi van. Kezdjük el dicsérni az osztrákokat. Én már, nekem komolyan mondom, van egy ilyen üldözési mániám. Inkább hogy... kivágatom nyelvet. Már úgy érzem, hogy a határt, hogy ők azért csinálják, ja, valaki lehet, hallgat bennünket lehet, ott, és mindig az van, hogy ez a Morning Show már megint beolvasott jó. Nekünk. Érted, hogy milyen rendesek, milyen dinamikusan halad a forgalom. Imádom a Mozarttal lért. De Fincsi az. Egyébként tényleg. És akkor hátállt engedik őket? Hát, akkor hátha jobb fejek lesznek, nem tudom. Na, értem én, hogy vigyázni kell a határra, de ez most érted, már egyébként a határőröknek személyes ismerőseik azok az emberek, azok a magyarok, akik átjárnak dolgozni. Ha minden reggel látsz, érted, 500 embert, előbb-utóbb beég.
Tehát, hogy vele mit kezd harozni már, bocsánat? Nagyon csípem Falkót, és a kedvenc színésznőm a Labanc Lilla. Ja, Hát nem jó. De ez egy jó baj. Labanc Lilla az, ez nagyon jó. Azt mondom, hogy írja egy hallgató, hogy teljesen el vagyok keserve, de tegnap egész nap rossz számra küldtem az üzüket, nyugtassatok meg, hogy most jó helyen vagyok. Nem, Diak sajnos ez is félre. Ez is félre menni, most sem vagy jó helyen. Nem, most jó helyen vagy. Vagy hova küldte tegnap? És küldjék vissza nekünk, jó? És küldjék vissza. Nekünk bárki kapta, meg küldj át nekünk. Vagy fizesse ki neki az SMS-eket. Uh-huh. De akkor nem az a korrektő, visszaküldik? Egyébként. Hát nem. Nem, ő rossz helyet visszaküldöm. Éves. Zsűrnek boldog szülinapot. Ma van a szülinapod? Nem mondd már! Átszót sem. Annának is ma van a szülinapja. Hogy lehetsz ennyire szerény? Hogy nem hozol nekünk semmit. Egy reggeli, egy, de nem. És nem eszünk, nem iszunk semmit? Hát most, amikor nekünk van, zsínom, de... Akkor habzsidőzsi van, gyerekek. Akkor habzsidőzsi van. Na. Hányadik? Igen? 70-es vagy te is. 70-es vagy te is. És Anna? Hagyja csak. Jó, na boldog szülinapot nektek. Tényleg. Anna nem is hal minket, nem hal minket. Valaki vett vécse. Nem tudom, mennyi idős egyébként az Anna, de korához képest tényleg nagyon jól tartja magát. A korához? Na, akkor már kivonult a Tesco-hoz képest, nem? Igen. Az Aldi-hoz képest jól tartja magát, a korához képest meg nagyon jól tartja magát. Tehát a korához képest jól tartja. Szerintem a Tesco-hoz jobban tartja magát, mint a korához. Na, játszunk! Annátok, amely újra felköszönjük, mert nem figyelt. Játszunk, jó? Tessék? Mit mondtál? Most. Kicsit nazális vagyok, azt hiszem. Játszunk. Itt van már is hallgatunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Ha-ha, jó reggelt, sziasztok! Szia! Norbi vagyok. Noibi! Norbi, csak nehezen beszélek, bocsánat, kínos az allergia. Nem, a Norbiról, minden én is allergiás, a Norbiról mindig a Noibi jut eszembe. Na, de össze is vagyok. Honnan hívtál minket? Jelen pillanatban az M1-es autópályán, az egyik lehajtónál pihenek, hogy beszélhessek veletek. Amúgy munkába tartok Tatabányára. Belfestői Tatabánya. Mit dolgozol? Üzletvezető vagyok. Hoppá. Hoppácska. És milyen üzlet ez? Kereskedelmi. Uh-huh. Diszkont. Uh-huh. Most kimondjam? Nem akarom. Ne, de élelmiszer. Mondhatod, már nincs következménye. Ja. Élelmiszer Lidl. Élelmiszer Lidl. Oh. Uh-huh. Akkor Aldi Meola nem megy hozzátok. Hát, mert teszi a lábát. Korábban oda jár, de azt nem azóta. Szikora Robi sem mehet Tesco-ba, tudtátok? Miért nem? Ez Szikora. Mert már akkor a kivonul. Úristen, ne beteg ez részésre. Na jó, ma kivel játszana? Balázs, veled. Jó, már elememben vagyok, úgyhogy azért legyőzhetsz, a két allergiás csapjon össze, Jani. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Na mondjad, mit akartál kérdezni? Biztos akartál valamit kérdezni? Lehetséges. Lehetséges, persze, kérdezze. Hogy érzed magad, hogy a nagyfiad megy iskolába? Jól. Várjuk, készülünk. Szerintem izgi. Izgi lesz. Ő izgul, vagy te izgul jobban? Hát én azért ezen már túl vagyok. Kevésbé. Kevésbé izgulok. De szerintem ő se egyébként. Azt láttam rajta, hogy keveset izgulgat. Még az Obival van elfoglalva, tudod? Hiányzik neki? Micsoda? Hát az Obi. Jár Obiba. Ilyen ügyeletes Obi van. Még van ügyeletes Obi ilyenkor? Még járhat, persze. Azt hiszem szeptember 1-ig. Te jártál iskolába? Jártam. Milyen iskolába jártál? Van bármilyen papíron? Értesz bármilyen? Van. Kereskedelmi, bármilyen meglepő. Kereskedelmi végzettségem van, aha. És van barátnőd? Feleségem van. Szereted? Így van. Azért imádom a végére, jobb lett volna, mint az így van. Erre hirtelen válasz azért, az veszélyes lett volna. Igen, erre óvatosan kell válaszolni. Jól van, ügyes voltam, jól játszott, elbeszéltem az elejét, keveset kérdeztem, csak így.
monologizáltam. Köszönöm szépen, hogy én kérdezhettem. Így szerintem sokkal egyszerűbb volt. Norbikám, hát beleférez nekünk, meg neked is, mert akkor van egy ajándékcsomagod, mi pedig akkor 3-1-re megyünk még. Így úgyhogy, van. Úgyhogy jók vagyunk, jók vagyunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Boldog születésnapot kívánok annak, aki ünnepel. Zsűr. Anna is ünnepel. Anna is, ja, bocsánat tényleg. Jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy minden reggel bearanyozzátok a napomat. Reggel, amikor megyek munkába, teleraktok energiával. Na, hát látod? Nagyon örülünk ennek. Köszi, hogy minket hallgatsz. Foglak is, ha még lehet. Tál. Ciao. Szia. Köszi. Hello. Na jó. Gyerekek, tényleg akkor szerezünk kaját, mondjunk tosztot, igen, legyen torta, legyen peskő, legalább két ember, most külön-külön egyikért sem rendelnék be semmit, meg nem érdekel a kutyát sem, de így, hogy ketten ünneplik a születésnapjukat, valljuk be őszintén, van egy kis hiányérzet, hol a torta? Hát tényleg legalább egy csoki tortát ketten nem tudok összedobni, vagy nem tudom én mit. És most még le vannak szúrva. Jó, akkor megint adjuk át magunkat a hallgatóknak, hogy akkor töltsék fel a készleteinket. Mm-hmm. Aki hoz valamit velünk, itt maradhat ünnepelni. Egyelőre kifogyóban vannak a készleteink. Úgyhogy nem állunk túl jól. Másképp kell ezt állalni szerintem. Na. Mi annyi mindent kapunk, és ezek a szegény emberek, akik egyébként nélkülözhetetlenek lennek a műsor szempontjából, akik nélkül nem lenne morning show, de szürke eminenciásként teszik a dolgukat napról napra, hétről hétre, évről évre, nem érdemelnek meg egy jó nyitokat. Nem én voltam. Ja, Zsűr volt. Ja, jó, Zsűr begyomta magának a tapsot. Jó, mert valami nem én nyúltam a pulthoz. Megérdemlik. Így van. Milyen tortát szeret, Zsűr? Csoki. Dobos. Így van. Dobos, Anna. Ezt utána. Milyen tortát szeret? Azt mondja, csoki. Nekem olyan mindegy. Zaher. Csoki. Mi? Zaher torta. Zaher csoki. Zaher Gábor csoki. Lekvárt torta. Jó, ne, de csak ne valami vajaskerémes hipermarketes cucc legyen. Jó, annyit kérünk csak. Ne azt, ne azt. Azon ők nagyon megbántódnak. Igen. Igen. Ha van hozzá még 20 darab, ilyen 15 vagy 15 darab, ilyen megkíván szendvics eleve, mert megcsinálva. Semmi baj. Nem leszek dühös. Így van. Semmi baj. Nem ehet éhesen Zsül rögtön, vagy édeset éhesen. Egy üveg szoba hőmérsékletű BB pesgőért sem fogunk senkit megbántani. Műanyag parészúzatok, az sincs. Na? És milyen spontán bulit raktunk ki nektek össze. Már jött is egyébként egy felköszönt SMS. Istenéltesen benneteket a jó... Bajer Zsolt. Köszönjük szépen Bajer Zsoltnak. Azért annyira szeretek. Na? Köszönöm szépen a köszöntést. Hát neked is boldog szülinapot. Hát mégiscsak ma van. És most is olyan elegánsak vagytok, mint az összes évben. Mondjuk talpig, Anna talpig feketében van, tehát nem a 20. Nem. Nem. Valamit. Gyászolja az elmúlt éveket. Aha. A fiatalságot. Igen. Gyászolod az elmúlt éveket. Igen. De most azon nem vagyunk elegesek, ma azért kicsit nagyobb feneket kerítünk meg kivitedi bármikor. Tehát már majdnem szereztünk egy toptát. Hányszor köszöntöttünk benneteket? Soha az életben. Hát dehogy nem, mindig így. Tényleg? Soha nem kaptál semmit? Hogy? Ez tényleg nagyon igazságtalan, hogy amikor nekünk van a szülőnapunk, mindenfélét beküldenek a hallgatók, meg tudják is. Semmit. Ki is teszük Facebookra, de most ezt valahogy nem tettük ki, és nem mondtuk, igazából mi is elfelejtettük, úgyhogy most helyrehozhatjátok baklövéseiteket. Lehet két kisebb zsúrtorta is, tehát nem kell egy nagy, két kisebb, akkor legalább tudnak ők választani. Igen, a másikat meg hazaviheted. A másikat meg erre hazat tudja vinni. És lesz valami dínom-dánom hétvégén? Vagy valami, mentek valahova? Kis ünneplés, gyerek lead, valami kis... Igen. Szolíd? Hát szolíd, hát persze, te bakkorban már nem is bírnám. Mire körül jön az ember persze. Már, nem? No, persze. Hát... Erősen a B oldal, tudod, nem? Zsülci, valami? Na, mi lesz? Megnéztek Négy szomszédok epizódot? Ahogy szoktátok mindig, minden este? Vagy ötöt most kivételesen? Mentek valahova? Összeülés. Az jó. Egy kis baráti. Anyuka húsleves semmi. Kicsit később fekszetek le, nem? Mint máskor. Kilenckor. Na jó van. Oké, elmegyünk egy picit hírezni. Aztán jövünk vissza nem sokára. Jó? Aki elindult felénk, itt valamivel van. A kezében most már. Ne, te ott a képen azon gondolkozol a hűtődőre, hogy mit hozhatnám. Biztos van ott valami. Biztos találsz te ott valamit. Jó? Köszönjük. Megérdemlik. Csodálatos emberek mind a ketem. Hogy is Anna és Zsük. Hánykor nyitnak a cukrászdák? Köszönjük. Hánykor nyitnak? Hát 9. Hát jó, nem. De a cukrászok már korábban ott az vannak. Az is igaz, mert akkor hozzá csinálni. A cukrászok korán kellnek, így van. Így van. Na jó. Ákosan a hírekkel jó 7 óra múlt, pontosan 2 perc. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggel.
reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt hello, vagyunk. Hello. Ja, nagyon-nagyon komoly kánikula lesz hétvégén, azt néztem. Mennyi? 30? Igen, 32. Oh. Itt az ide, utolsó hétvége. Jaj, hol? Szóljál nekünk kicsit. De neked csak úgy fölugrik? Hol van ez az app? Az Index 2-t nézegettem, és ott Mészáros Dóra képek voltak, és megnyitottam. Csak óvatosan. Így korán reggel azért érted. Hát is lassan a B oldalon leszel, hogyha az emberek megállhat a szíve. Egy jó sikerült Mészáros Dóri képtől. Ő rutáncos, vagy ő Nem. Ő nem rutáncol. Van egy másik, aki rúd táncol? Ez a Pirner Alma. Ja, Pirn, mindig keverem őket. Én nem. Tucat arcuk. De ez a kívülről fújod az összes edletből megállapított, hogy melyikről van kép. Másik művésznéből is érdemes rákeresni, Dorothy Black. Dorothy Black, tényleg? Nem ismerem ennyire őket. Akkor zene, keresünk. Zene kívülről fújja. Az összeset, igen. Ráadásul rocker csajról van szó. Ki? Az mit jelent, hogy van rajta egy fogadkezem, egy korbácsot, és úgy mesztelen? Nem, abszolút képben van. Abszolút. Update, ahogy szokták mondani. Update. Zenészekből is, és meg volt a zenészek. Igen, szoros érteni már. Na, azt mondja, hogy Budakeszi felé Török Bálintról van egy baleset, mentő helikopter is van az úton. Tessék nagyon vigyázni, Ákos. Köszi, hogy elküldted. Azt mondja, hogy füzes gyarmatról kifelé Darvas felé sebességmérés, Orange 73, nem 377-es kilométer Budapest felé elütött őz a külső sávban, üzente el Ragasztós Feri. Budaörsnél van egy nagy baleset, igen. Ez a Török Bálint felé, Budakeszi felé. Hármas számú főúton, Bükk Ábránynál, útjavítás miatt lassú a forgalom. Boldog szülinapot. Újságot kiszállító Laci küldtek nekünk. Nincs születésnapod, mit kíván. Nagyon kedvesek egyébként a hallgatók, de lefagyott az eső a mesfalunk, mert hogy annyi köszöntés érkezett Annának és Zsülnek, akiknek ma születésnapjuk van. Lementem egyébként, mert két szárnyos az ajtónk, hát a nagyobb ajándék érkezik, kinyitottam mind a két szárnyát, és csak azért mondom tényleg, hogy mindenki tisztában legyen vele, semmiféle nagy dologra nem számítunk, és ugyanakkor Anna viszont nem egy ilyen begyöpösötet adó agyú ilyen emberke, szóval ő nem gondolja azt, hogy például az arany öregítene, vagy ilyesmi. Tehát bármit hozhatok. Bármi. Most már ajándékét is találunk. Na, jött valaki. Na. Úgy látom. Hova? Azt írja, addig mondom, hogy mit. Rohadékok. Annána. Írja egy hallgató. Nyúljatok már egyszer a saját zsebetekbe. Nyúltunk nálam 1500. Most komolyan, miért az ünnepeltek kell tortát hozni? Dehogy kell, hát ünnepelnek nem kellett abszolút. Az ünnepeltnek kell tortát hoznia másnak. Igen. Miért nem vagytok legalább egyszer az életben gavallérok, és nyúltok ti a zsebetekbe? A Jani biztos tudja, hol lehet venni 50%-os kedvezménye 3-4 napos tortát. Na, megérkezett az első szállítmány. Nagyon szépen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kérdezz meg a nevét, Laci, légy szép. Mindent kérdezek, Laci. Na, mit sütött, Bali? Ó, gyerekek, rétesek érkeztek. Gergely István, nagyon szépen köszönjük, kedves István. István, hát nagyon rendes vagy, köszönjük szépen. Gyere István, csak egy fél mondatra. Egy gyors szájra puszi még Zsülnek talán. Hello, ott egy mikrofon. Hoztad, sütötted, vetted, csak egy mondat erejéig. Köszönjük szépen. Sziasztok, jó reggelt. Saját pékség, saját sütötted. Butikoltam a Kerepesinél, hallottam, hogy... Megálltál? Persze, megálltam, mondom, akkor gyorsan kukázok egy pezsgőt nektek meg. Szerzek akkor rétes. Nem nekünk az annál. Egy jóféle kis édesfehér, muskotáj és néhány réteske. Nagyon drága vagy, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Ünnepelt Anna és Zsül, de te is kitaláltad volna. Köszönöm mindenkinek, sziasztok! Drága vagy, köszi, hello. Természetesen. Ha most valaki már elindult. Így van. De hallotta, hogy megérkezett. Nem kell visszafordulni. Hát hiszen ez mégiscsak rétes. Így van. Nagyon örülünk. Hát meg baleset veszélyes visszafordulni, érted? És hirtelen csatófékaztat zárvon, nem. Hozzátok. Ez csak a vége. Ez csak a vége. Fogjátok fel, hogy búcsú ajándék. De. Ja, a Zsülci, ne lépjél meg vele nagyon messzire. Tessék? Hogy örülök? Hát persze. Óvatosan azért. Megszámoltam, hány van benne. Uh-huh. Ezért tudjuk, hogy mi a helyzet. Na! Szóval igen, szülinaposaink vannak, a több is van. Istenem. Több is van. Zsűről egyébként nekem mindig, amikor így ajándékolok, mindig a torkoskodom, így cimaszkó jut az eszem, hogy ül a kis lábai között, a kis csuporral, és akkor nyakig mézesen ott, és boldogan. Igaz? Ennyi elég, mi? És jól is teszi.
Boldog születésnapot, Anna, imádom a keddi rovatod. Jó, azért a hallgatók sem mennek. Hallgatók sem mennek át a szomszédbe egy kis szemétségért. Nagyon jó a szülinap, nem? Akkor kicsit más a napod valahogy, nem? Az. Megint elment egy év, megint öregebb vagy. De valahogy várod, hogy kik írnak, meg mit írnak, meg hányan írnak. Azért az jó, amikor az emberek szülinapja van, az egy tök jó dolog. Kicsit úgy érzed, hogy más. Meg hogy így váratlanul hozzátok még egy dolgot. Jó a szülinap, kicsit más a napotok valahogy. Nem, most tényleg nagyon cuklik a hallgatók, olyan aranyos kis üzenetek jönnek. Most az lenne egyébként nagyon megható, hogy valaki olyan írna neked, vagy már esetleg sírok. Jönne be, aki vel mondjuk ezer éve nem találkoztál már. Végi osztálytárs. Neki. Örülnék neki. Hát bármi, hát lehet. Lehet, mondjuk a régi osztálytársak nekem messze vannak Mátrába, nem hiszem, mi ez most 100 kilométer, igazából beülhetnének egy kocsiba közösen. Igen, az első teljes 8B. Nagy sírás lenne. Az biztos. Hát lehet még lehet. Hosszú a nap. Az első nagy 8. szerelmed. Tök jó lenne, hogy hallgatom a sünket, és így betelefonálna. Hogy emlékszel rá? Ki az? Vagy emlékszem rá. Hogy hívja? Hát lényegtelen, nem? Jó. Most egy a kocsiba, hogy se rászorított a kormányra kicsit. Az iskola, hát az mindenkinek az iskola volt. Vagy oda tolnák a telefonhoz. Nekem nem volt az iskola a szerelmem, az iskolában. Az úgy értem, hogy az iskola, tehát az iskolában lévő szerelem. Meddig jutottatok? Mindenkinek az volt? Csókolózásig, hát meddig, hát mennyi voltam? Isten, 14. 23. Ne halló, tűnj. 32. Lajos bácsi, az onnálok születésnapja, hogy híve. Az első nagy szerelme, hát tudja. Nem, osztálytársam volt, ő igen? Tudja, persze. Bali, viszek tortát, küld át, mire kérjem a számlát? Janinak a BT-re. Jó, ja, tényleg egyébként, mondom, egyből vágom az egészet, ha kell adószám, akkor írd meg, légy szépen. Jani BT-re. Tényleg, milyen jó lenne becsörögni egy nagy szerelem? Tök jó lenne. Hogy én vagyok az, szerelem, aki. Tehát nem volt, tehát a Péter a nagy szerelem, de ő már, nem csörög be. Már köszönt, mert nem csörög be, megvárja, még hazamegyek. Tétek, volt valami, mint hogy Balaton szelet a csizmádba reggel, vagy valami? Igen, egy ilyen, igen, volt egy. Egy kapucinőr. Balaton szelet. Minden ilyen tavaly volt lehet. Nem tudom, hogy egy bohóc szelet, egy kapucinőr, vagy valami, nem? Volt, igen, egy kis levélke volt reggel a pulton. Igen, hogy ne felejtsd el befizetni a visszát. Itt van a táskám. Na, hozzá! Na, nézzük, mit ír! Ismerjük Péter, szeretjük Péter! Nézzük, mit ír Péter! Hát hivatalosan 19. Ez milyen szép, hogy 19 év után még az ember cetlit rak a párja táskájába. Ez nagyon-nagyon-nagyon. De nem hivatalosan, már több, mint 20. Tehát. De jó. És mi van rajta? Hozza már, hozza be! Nem egy ilyen kis tesztában. Fosok. Tízdek a keserű só, mert mérek telítek. Igmándi víz. Két bepanten egy neogranormot. Tudjuk, meg egy szudókrémben bepálott a pöcsön. És kapnél le az ülőfürdő. És ne felejtsd az arany krémemet, mert már rohadt viszket. Na, nézzük meg, ezt cóki gyerekek, valljuk be kicsit, ennyi év után, komolyan mondom, azért ezek még helyes dolgok, hogy az ember üzenetet kap a táskájában, ezt mások már évek után nem csinálják meg a párjukkal, vagy elfelejtik, vagy nem, azt gondolják, hogy nem fontos, és Anna üzenetet kap. Én bírom az ilyet. Ez jó. Én jobban már csak azt bírom, amikor van egy idős néni, és akkor utána egymás után halnak az idősek. Azt szoktatok ilyen cikket olvasni? És végre meg rájössz, hogy volt értelme az eltartásinak, mert a néni nem fog túlélni téged. Megkötözök az erzős két év múlva visszalátás. De már nem tudod, amikor az, hogy meghalt a 83 és néni, és fél órával, vagy egy órával később meghalt a bácsi. Vagy a bácsi meghalt, és a néni utána halt, vagy most olvastam, hogy pártam idős, nem angol, nem tudom, hogy egymás kezébe került úgy kórház, és fogták egymás kezét. És úgy egyszerre kerültek kórházba. És a néni mondta, hogy köszönöm, hogy neki elég volt a 93 év, és a bácsi azt mondta, hogy rendben, drágám, fél óra után ő is úgy. Tehát milyen szép, nem? Ugye? Na, mi van a levélem? Szakadj már le rólam a rohadt életem! Nem, akkor is velem jössz meg! Magammal visszatok! Én ezeket a sztorikat nagyon szeretem, amikor valaki ennyire megtalálja a másik felét, és a lelkitársát, és a párját, hogy tényleg együtt öregednek meg, és egymás után mennek. Az nagyon szó. Egyszer talán nekünk is össze. Így van! Egyszer majd ágmosolyog a szerencse. Na, mit írt? Kis cetli. Ó, szuki, tényleg ezt mert ugye az ünneplés az majd, hogyha hazamegyek, akkor lesz ott volt. Jaj, Istenem. Azt mondja már Manó, megy ilyen Manó fel, mert Manónak szólít. Jaj, megvan, felkiáltójel, Isten éltessen, imádlak. Mert hogy én
Hajnalban születtem 14:30, és azért írta, hogy már megvan, mert ugye én 17:30 vagyok kint a konyhába, és hogy akkor én már megvoltam, mert ez tök cuki. Két órája már teljes. Értem. Teljes. A paprikás zsíroza volt? Ez a Karina, hogy kedves Manó, szeretlek és imádlak is egyben. Lefotózhatom, mert akkor tudom, mit írjak a Wikire. Nem, kevésbé vannak önálló gondolataim, hogy hát csináljak majd fotót. Ne rajzold le, csak kinyomtatom neki. Kinyomtatom. Nem, hogy humorizálunk, meg ironizálunk, de ez jó. Ez ennyi év után, ettől működik egy párkapcsolat. Igen, tehát tényleg így van. Hát ő volt nekem a nagy ő, és ő maradt is, és remélem, hogy amit mondtál az előbb, az tényleg én is szeretném mindig. Szóba kerül, hogy... Együtt feküdjetek a Honvédbe? Hát igen, én nem szeretnék a Honvédbe, hanem hogy ez tényleg olyan... Az aranyalkomban majd közös francia ágyatok legyen. Igen, egy szobában. Karina, jó helyre rakjon benneteket lehetőleg. Egy tóra néző, hattyúkra néző szobába az aranyalkomban majd közösen. Egy legyetek. A gép a végén. És mi még akkor ott rádiózunk valam. Igen. Neked mit írt a Pasi Gyül? Hallgatok. Neki hajnia hallgatok van. Tessék? Hajnia igen. Van neki. Hajni? Igen. Na, mit írt? Volt valami reggel? Na, jó, valami kis szülinapod van, majd mehet a térdelő rajtból is? Igen. Nyugodj meg kicsim, én vagyok, az csak szülinapod van. Én vagyok a lábad között. Na? Egy csokiba volt bele. Egy csoki megőrülök. Gyerekek, hát itt mi van ma reggel? Hát én ezt imádom. Egy csokiba volt berakva egy gyertya. Én azt félreérteném este. Mit hogy sem? Ez egy félreértetetlen jelzés csokiba a gyertya. Jaj. Igen. Micsoda születés? Végre. 20 éve ezt kérem is. Végre átmehetek a korpányba. Isten, átfáradhatok a barna szalomba. Csak a presbiter póz. Végre elfelejthetjük a misszionárius pózt. De szeretem, hogy mindig ilyen elegánsan vagyok. Istenem, de jó. Gyertya van a csokiba, ha érted, mire gondolok. Úgy fogsz örülni, mint annak idején a fogszabályzás után. Zsül, én veled vagyok. Megnyitott a kapuit a reaktor. Így van. Ez helyes, ez cuki. Ez jó, de ez ennyi után ez kell. Mióta vagytok együtt, Zsül? 4 éve? Na, ugye? Ja, akkor ideje volt már, kinyis a kapu, hogy Charlie és a csoki gyár. De ez jó, ez viszonylag egy friss kapcsolat, tehát ez még azért nem annyira szép történet, de nagyon szép. De nem, tényleg, tehát ez fontos, hogy az ember ez így ünnepelje. Igen, de tényleg, és olyan megható. Ez cuki, igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt az a meglepetés, amit kaptatok a párotokról, vagy a párotok hogy felejtett el a születésnapotokat, jó. És mivel magyarázta ki? Ünneprontóak legyünk, vagy szép történeteket várjunk. Egyértelmű, hogy persze, merüljünk el megint, nem? Tehát most ne írjunk ilyen. Az én párom így lepettek, mert azt ez a kettő elég volt ma reggelre. Ez a két nyálas sztori gyerekek. Engem most tökre meghozott, hogy a Peti tegnap este a Turfnak egyik oldalát letépte, és a... Hát az volt. Mindig az van a keze ügyében a Turf. Hát most Istenem. Szereted, így is szeret. Hát persze. Szóval, hogy... Igen. Egyrészt írjátok meg nekünk, amikor a pasitok, mert általában inkább ezt a pasik szokták elfelejteni, elfelejtette ezt a dolgot. Tudtátok, hogy szülinapotok van, hazamentetek, vártátok, azt mondtátok, biztos nem 8-kor, majd este 8:30 adja oda, biztos nem 8:30, ó, a drágám meg akar lepni, majd az ágyban adja oda, és végül csalódottan kellett lefeküdni, mert nem adta oda, vagy elfelejtette, mi volt a magyarázat. Vagy ha olyan meglepi volt, hogy azért halljunk pozitív történeteket is, amitől tényleg könyvbe lábadt a szemetek, és 20 év után még valamivel meglepett, azt is írjátok meg. Legyen ez is az is, nem? Ne legyünk nagyon szomorúak, de azért ne is legyünk nagyon vidámak. Legyen minden. Jó. Jöhet egyébként, ha nagy csalódás is jöhet nyugodtan. Persze. A feltétel végre a levelet, az kiderült, hogy csak nemzeti konzultáció. Igen. Vagy házassági évforduló, amikor valami olyat húzott, vagy olyan helyre vitte benneteket, vagy olyan meglepetést okozott, vagy elvitt repülni egy reptérre, kivitt benneteket bekötött szemmel. És aztán kiderült, hogy bezárták azt a reptéret, mert katonai reptér is nem működik. Jó, tehát tényleg írjátok meg nekünk, hogy mi volt az a romantikus dolog, ami szülinap évforduló, most csak ezzel foglalkozunk, jó? De pasik is írnak, hogy a csajok mit találtak ki. Általában szerintem a lányok kreatívabbak. Tehát ezt a lányok jobban fejben tartják egész egyszer. Szerintem igen, nem? Te mit adtál a Péternek? Szerintem azt a csajok jobban tudják fejben tartani. Volt cetli. Cetli is volt, meg meglepcsi is volt. Tehát, mi volt a meglepcsi? A meglepcsi egy étterem. Leverted az ízót a kazánházba, ez gyors pipa. Ja. Na,
látom, nincs is már kedvem megmondani, komolyan mondom. Már fel is pukkantom ezt a szoba hőmérsékletű muskotályos fezsőt. Ünnepeljünk. Talán jobb is így. Elmentetek valahova vacsizni? Igen, egy olyan helyre, ami, ahova hát mi nem járunk ilyen nagyon rossz helyekre, de ez egy olyan hely volt, ami Újpesten. Erről ennyit megyek, teszem a dolgom 7:30, hiszen jönnek. Szóval egy ilyen gyertyafényes, jó hangulatos vacsora. Igen. Az jó. De a mamákkal együtt, tehát, hogy... Eladtak három fazékot, meg egy mágneses ágyat. Egy mágneses biomatracot. Nem. És úgy volt, hogy nem tudta Péter, hogy hova megyünk, és akkor rendeltem úgy kocsit, hogy az egész család befért, és akkor fogalma nem volt, hogy hova megyünk, és ott derült ki, és mondta, jaj, nem, már komolyan ide, és akkor megmozsakodtam volna. Nem, már komolyan pizza, hát nem is szeretem a pizzát. Igen, addig nem, egy burgerbe mentünk el. De ez jó, ez kell egyébként, ezt nem szabad be, tehát ez ennyi év után is, ezeket bele kell tenni, mert ettől valahogy jobban működik. És annyira, nagyon, és annyira meg volt hatódva, meg ott ültek a nagyik is, és akkor ők is, és szóval olyan nagyon emlékezetes volt, és marha jól sikerült, tényleg gyönyörű panoráma, rálátsz a Dunára, tehát egy olyan hely, tehát nem akármi. Jó. És mi a kocsit? Hát egy nagy kategóriá. Egy lovas kocsi. Visszaidézve a fiatalságomat. Ez zöld barkaszt a postáton. Lett volna a jó értet kocsissal. Tényleg. Azt még nem hozták vissza a hajdujék. Igen. Nem jutott ez eszembe rá. De nem, egy klassz. Hát ez volt. Igen, ez nem szabad. Ezeket a dévszámokat, dátumokat nem szabad. Én megkaptam annó egy nagyon szép bőrpénztárcát, és a bőrpénztárcában volt egy cetli, amiben egy repülőjegy voucher volt, mert hogy Rómába mentünk el. És ez de volt, hogy egy pezsgőzés Rómába, ez volt az egyik házasság évforduló. Wow. És elmentünk vacsorázni, és egy gyönyörű dobozba, egy bőrpénztárcába, éppen akkor nagyon vágytam arra. És egy olyan, aminek egy Lingvay kacsingatott az elején? Nem, az igen, pontosan olyan. És kinyitottam, és mondta Péter, hogy nézd meg a pénztárcát, nézd meg. Mondom, látom, ez nagyon szép, de nem, nézd meg. És akkor ott volt benne a repülőjegy a Rómába induló gépre. De csak oda. Csak oda, csak neked. Szeretlek benneteket, úgy is szeretlek benneteket. Kicsim, nagyon jó utat kívánok. Én ennek nagyon egyedül. Gyerekek, hát akkor pukkancsunk le! De jó! Csak a pultba! Szép! Alkohol mentes természetesen, mert hát... Zsőcinek egy pohárka. Majd én úgy szeretem benneteket. Egyébként ez tök megható, nem tudom. Abszolút, hát készültünk, szívünk, lelkünk, benne van. Hát hogy ne? Van süti, van! Iszol, edessé, elrúgjál be, mert egy kortól berúgjál, hogy jogatlanul. Látod, nem kellett ez semmi más, csak hogy elvegyék tőlünk a frekvenciát. Ennyit kellett várnod 7 év, de megérte. Bocs az adagért, Feri, tudom, hogy nagyobb vagy, hozzá vagy szokva, de most munkaidőben csak keveset iszunk. Anna, megkaptad? Megvan. Nagyon jó, Zsűl, te is van, nagyon jó. Oké. Tehát mondani, ami marad, harag. Így van. Így van. Magamnak is töltök. Oké. Ákos, egy kicsit. Egy picit híreket. Igen? Persze, híreket kell az. Szép lesz. Tudod, hogy mindig picivel indít. Egészséged. Laci? Tessé? Laci, az üveg. Itt van Csabi. Gyere, Csabi. Csabi! Tiszta poharunk, elfogyott a pohár. Hozzám a tiszta poharakat, csak azért. Igen, mert szülinapunk van, képzeld el, tök is, Annának is, Zsűlnek is, képzeld el. Jaj, köszönöm. Jó, frissen van borotválva, de finom. Milyen illata van. Kérdésen, Zsűl. Van egy kis technikai problémám, vagy gyere már. Jó. De tényleg, látom a szemét. Jaj, de jó. Na, Isten. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Isten éltesse mindenkit. És akinek ma van a szülinapja, Isten éltesse őket. Mindenki másnak is. Így van. Mindenki másnak boldog szülinapot. 7:08, pontosan 3 perccel várjuk az SMS-eket, jó? A nagy elfelejtések, nagy kimagyarázások SMS-e is életnek. Tessék őszintének lenni, amikor ti felejtettétek el, vagy nektek felejtettétek el, de hogy azért picit hangulatban maradjunk az igazán nagy meglepetéseket, és várjuk, amikor azt gondoltátok, hogy a páratok már-már elfelejtette. Este volt, és rohadtul arra mentetek be a szobába, hogy rettenetesen horkol. És egy őkár magazin van a mellkasán. Igen, 3 óra keresztül azt hittem, hogy csak poénkodsz, aztán rájöttem, hogy tényleg durmozva. Szóval el van nagy meglepetések és írjátok meg nekünk, amikor valami olyat húzott a nő, vagy a férfi, a férjetek, feleségetek, hogy kicsit tényleg könyvbe lábadt a szemetek. Jó, írjátok meg nekünk ezt, és mi pedig jövünk Ákos hírei után.
negyed nyolc lesz pontosan. Kettő perc múlva nagyon helyes SMS-eink vannak egyébként. Ugye szülinapoztunk az előbb, mert két stártagunknak is szülinapja van, és jönnek az SMS-ek is, nagyon helyesek vagytok. Boldog születésnapot, Jani! Úgyhogy... szépen köszönöm, várom az ajándékokat, Üllői út 102. Nagyon jó, hogy Zsült és Annát ünnepeltük, de abszolút. A hallgatóink velünk együtt dobognak. A szívük és minden pillanatban a műsorral együtt vannak. Szóval arra kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, mi volt a legnagyobb csalódásotok szülinapon, amikor a párotok elfelejtette, de ti még este az ágyban is abban bíztatok és abban reménykedtetek, hogy na majd most van turpiság van a dologban, hát eddig nem köszöntött fel, majd most, aztán szépen lefeküdt aludni, de hogy azért kapjunk pozitív SMS-eket, és azt is megírhatjátok nekünk, hogy mi volt a legszebb ajándék, vagy a legváratlanabb meglepetés, amit szülinapra, vagy házassági évfordulóra kaptatok. Hát van ez is, az is egyébként. Szóval vannak romantikus párok, és romantikus egyének egy-egy párkapcsolatban, és hát vannak, akik azért a romantika oltárán kevesebb szer áldoznak, lehet így mondani, mert hát egészen elképesztő módon rendeznek le egy-egy születésnapot, vagy névnapot. Azt mondja, hogy azt írja, aki drágák vagytok, emlékszem, a szomszédokban minden tizedik rész után pesgőztek valamiért, valakiért. A vágásék a C64-ért, almár a Szilvával, egészségetek. Na, hát akkor nézzük az SMS-eket. Mit írnak a hallgatók? A férjem több mint 20 éve ígéri, hogy süt nekem dobos roládot. Tegnap volt a szülinapom, és végre 20 év után megcsinálta. Meg kellett várni, ki kellett várni. Mi ez a dobos rolád? Mondjátok meg nekem. Nem tudom, de nagyon ritkán sütik 20 évente egyszer. Nagyon ritkán. Én a feleségemet leptem meg a 40. szülinapjára. Azt mondtam neki, hogy elviszem egy új török étterembe vacsizni. Előtte pár nappal leszerveztem a barátokat, kereoki termet. Nagy meglepetés volt. Úgy volt, hogy 10-11-ig leszünk, ezt képest hajnal 2-ig voltunk. Megvan. Na, teljes SMS. Meghívtak téged is? Nem, a dobos rolád az égetett cukor miatt valószínűleg azért nem futott neki. Olyan, mint a dobos torta. Ja, ugye egy kis ilyen tekercsbe, és a tetején ugyanúgy égetett cukorval. Hát, az melós. Annak én sem futnék neki csak 30 évet egyszer. Egyes villamos utasaival köszöntettem fel a páromat, én a budai a pesti oldalon dolgozott, vettem egy szál piros rózsát, a Margit szigetet elhagyva, merem, megkértem az utasokat, hogy köszöntsék velem szülinapján a párom, aki a következő megállóban száll fel, a légy zümmögését is lehetett volna hallani, csönd volt, senki nem köszöntötte, úgyhogy nagyon besültem. Akkor egyszerre, mikor? Három, kettő, egy. Boldog születés! És egyedül vagy. És mindenki kifelé nézeget az ablakokon. Kesztenyák! Hát miért nem szálltak be? Hétfőn volt 29 éve, hogy bekötötte a fejem, de annyit nem mondott, hogy fogd meg a kezem. Minden évben én vagyok, aki először mondja, most kivártam pehjemre. Jött egy szomorú hangvételű SMS, botos nélkül tenek. Nem tettek róla, drágám, de rossz napon születtél. Én próbálkoztam, de március 15-én semmi nincs sítva. Szerinte ez jó magyar. Hú, de szomorú. Miután elmondta, hogy nem lesz itt a szülinapomon, elkeseredtem, aznap este premiérvetítésre mentünk, és a mozivászonra ki volt írva, hogy boldog szülinapot. Na, ez korrekt. Ez nagyon helyes, igen. Egyik ismerős szerelmes pár férfi tagja a kedvese születésnapjára sétarepülés szervezett, és kitalálta, hogy fent a levegőben kéri meg a hölgy kezét, minden tök jól ment, aztán a hölgy az egyik pillanatban elhányta magát, de leszálltak, megtörölt a száját, és kimondta, az igen csokolózás nem volt. Szabi küldte nekünk. Első házasság évfordulónkat felejtett el a férjem, még csak egy szál virágot sem hozott be a kertből, amikor egy nap késéssel a virágot megkaptam, csak annyit mondott, ha lenne kecskénk, ezt most neki adnám. Oh. Én csak annyit mondtam, ha lenne kecskénk, ezt most neki adnám. Ő biztosan örülne. Ugye, mert egy nap késéssel kapta meg a virágot. Nekünk az eljegyzésünk volt meglepi, semmit sem sejtettem, 4 napra vitt el Horvátországba, és a tengerparton kérte meg a kezem egy gyémánt gyűrűvel. Nem vagyunk gazdagok, majdnem elájultam, ő az én szerelmem már 11 éve. Helyes történetek vannak. Én egy panellakásban lakom a párommal, és éjjel felkeltem, és mécsesekkel kiraktam a ház előtt, hogy szeretlek, és hogy hozzám jön-e. Van egy zenekaros ismerősöm Sárváron, és ők zenéltek hozzá, majd a tetőre vittem fel, ahogy egy asztal volt kirakva a csillagos éj alatt kajával. Egy pincért béreltem fel, aki kiszolgált mindent. Na, ez menő. Ez azóta happy minden. Jó, de szép. Panellakás, kirakod, kinéz, boldog szép, hogy fölmész, kaja, csillagoség. Oh. És mindenki meghatodik a 10 emeletes, meg kimennek, és szeretlek, és mindenki azt gondolja, hogy ez neki szól.
Ne óbégassál már itt paraszt egyetlen kucsolját. Ne most dobd le a szemet egy gyökér. Mit csinálsz? Maradj már csendben. Neked könnyű gyesem, vagy három műszakba melózok. Barátnőmnek internetre rendeltem ajándékot utánvétel, és amikor kiszállították, csak ő volt otthon, és neki kellett átvenni a munkájában. Kaptam egy SMS-t, köszönöm szépen az ajándékot, gyönyörű szép, de tartozol 7500 forinttal. Szép napot, Balázs. A 44-re megrendeltem a tortát magamnak, mert bejelentkezett a család, hogy jönnének felköszönteni. A férjem annyit mondok, boldog szülinapot, legalább nem felejtett el. Ugye, hogy azért vannak szomorú hangvételű SMS-ek is. Igen. Párom elvitt lovagolni előttem, és soha nem ültem lovon. A ló fél másodperc múlva elkezdett vágtázni, le akar dobni. Ő mentette meg az életem, nem tudtam sokáig eldönteni, hogy egy szép meglepít akar, vagy meg akar ölni. Kati küldte nekünk. Az én nagy szerelmem a harmadik emeleti iroda ablakán szívecskés, az én nagy szerelmemhez szívecskés lufival kopogtam be a harmadik emeleti iroda ablakán. Tehát fölengedte a lufikat. Egyébként ma van a kislányom szülőnapja, és Gábor küldteni. Isten éltesse. 23 éve vagyunk együtt, utoljára 20 éve kaptam egy szvacsórát. De minden évben szól. Ma van a szülőnapon? Nem, egy tíkótájban. Akkor Isten éltesse. Este lesz valami, kérdezi mindig. De szeretjük egymást, Anett. 20 éve együtt, utoljára ajcsinak egy szvacsóra. Azért jó, ő se viszi túlzásba, nem? Húst hússal eszem, ezért szülinapomra kaptam egy fényképezőgép alakú májas tortát. Fényképezőgép alakú májas torta, gyönyörű. Igen, mert tulajdonképpen egy fényképezőgépet szeretett volna, de így kaptam. Májas torta. 30. szülinapom este 8-kor megkérdeztem az akkori párom, akivel már 5 éve együtt éltem, hogy nem szeretnél valamit mondani? Mondja, nem, miért? A kifogás az volt, hogy azt hittem, holnap lesz. A mostani páromtól egy hónap után 15 ezer forintos utalványt kaptam, vacsi torta és millió puszi és ölelés. Azért, amikor ül a férjed melletted, vagy a barátod, nem szeretném valamit mondani? Nem. Miért? Hát a szülinapom. Ja, jó, azt hittem, holnap lesz. Állunk jól. Ott nincs kis kifli, nagy kifli. Nem, majd egy ott... ideje már nincsen. Egy kis szoba és nagy szoba van. Kis szoba, nagy szoba, vagy egymásnak háttalálás, igen. A 30. szülinapom előtt a barátom folyton az ejtőernyős ugrásról beszélt, a szülinapomon azt mondta, öltöz, megyünk. Azt hittem, ugrani megyünk, erre megkérte a kezem. Olaszországban éltünk akkor, és egy kastélyban kértem a kezem, 2 éve vagyunk házasok. Nekem a feleségem azt írta, boldog szülinapot, szerelmem, egy baj volt, nem volt születésnapom, a közös főnökünknek volt. Gyerekek. Az csúnya. Hát, ha bejön a lapon. Az csúnya. Ez nem is tudod kimagyarázni, nem? Igen. Vannak még durább események, hogy halottak napján születtem, tesóm a temetőben eldúdolta a happy birthday-t. Ez Bence küldte. A tesónak. Ez Bence. Bence küldte nekünk. Na jól van. Hát köszönjük szépen az SMS-eket. A volt párom egy pöcsfej volt, írja valaki, ez még jó. A születésnapomon beállított egy virágcsokorral és egy borítékkal, a borítékon nagybetűkkel fülműtétre. De aranyos. Csináltad meg, mert úgy eláfia, olyan cikki. Úristen, de könyörtelen. Jézus Mária. Benne volt a borítékban fülműtétre. De értem én, hogy aha, van az a fül, amikor tetszik, de nagyobb szélben nem tudsz kimenni az utcára. Van, elviszte. Dumbo. Ahogy Isten éltesse. Jézus Mária. Atyaisten. Igen. Feleségemnek szülinapja volt ez az utolsó. Este megkérdeztem tőle, hogy emlékszel-e arra a gyönyörű piros BMW-re, amit láttunk? Igen, igen, és a nyakamba ugrott. Na mondom, pont olyan színű szájfényt vettem neked. Szeretem, jó ide nagy. A szülinapot a Perez küldtet. Jó. Igen, jó SMS-ek. Na jól van, oké, hát köszönjük, drágák vagytok. Játszunk, megyünk tovább. A kérdés, mit mond Nóra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Bocsánat, csak még egyesem is nagyon jók vannak. Engem az exem elfelejtett köszönteni, majd amikor egy hét múlva megjegyeztem, annyit mondott, hogy nem mondjam már neki, mert tőle nagyon rosszul érzi magát. Persze, majd 3 hónappal később az exe születésnapján felköszöntött. Benézted? Nagyon kemény történetek vannak, gyerekek, nagyon kemény történetek. Halló, jó reggelt! Sziasztok, én Ina vagyok. Hello, Ani, hello, Ani, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Budafokról. Budafok. Mit csinálsz ott? Most itt vagyok a harmadik kisbabámmal. Az igen. De jövő héttől megyek visszadolgozni. És akkor ki lesz otthon? Nem lesz itt, senki megy a bölcsikébe. Ja. És én is a bölcsibe fogok dolgozni, úgyhogy jó helye lesz. Na, mit csinálsz a bölcsibe? Gazdaság is vagyok. Az menő, ez jó.
És akkor beadod a gyereket, és akkor ott leszel legalább vele. Kellemeset alasztással. Igen, igen, igen. Dolgozol is, bölcsibés van. Igen. És akkor a harmadik gyerek? A harmadik igen. gyerek? Le a kalapa. Mennyi idős a két nagy? Vagy a nagyobb? Az első 9 éves, a második 6 éves lesz januárban, a harmadik meg 7 éves. Azonos nem jó a két idősebb, hogy azért jött a harmadik, hogy na hát ha... Nem, 4 volt a terv, azért jött a harmadik. És akkor még érkezik majd egy? Hát az most így egy kicsit így megrendült az a projekt. A harmadik minden tiszteletem, komolyan mondom. Minden tiszteletem. A három gyerekes anyák. Igen. A két gyerekes ékéz, egy gyerekek, és a három gyerekes szülők. Az első után rendült meg a projekt. Igen. Az első után egyébként valóban megrendült a projekt. Én is mindig azt mondom, hogy mióta gyerekeim vannak, már a halál se olyan rossz alternatíva. Vagy költözzetek el, vagy valami. Komolyan mondom. Hát jól van, oké. Okay. De akkor már nagyok már sulisok, nem? Az első sulis, igen. Ő is iskolába jár, a második óvis, középsős. És akkor van a picike, aki most lesz bölcsis. Azt a mindenit. És van segítség, vagy ketten nyomjátok? Ketten, néha apukám meg tud segíteni. Hát akkor ilyen nagy közös kettesben eltöltött vacsik hétvégék egy-egy esték nem nagyon vannak. Hát most van az, hogy péntekenként eljárunk kettesbe. Na, van egy ilyen fix nap? Igen. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Hogy megörültem ennek most, igen, nem? Igen. De jó nektek. Igen, olyan volt, hogy... lesz egy hétvégénk is együtt. Lesz egy hétvégétek együtt. Ugye, aha, hogy akinek nincs gyereke, azoknak ezek nem értik ezeket a mondatokat. Novemberben lesz egy hétvégénk együtt. Hogy csak úgy kettesben. Milyen fontos mondatok ezek, az amit a gyerek... Nem teljesen biztos, hogy kettesben, lehet, hogy a pici velünk, de már az is. Na hát... Igen, tudom. Nem ér, amikor így elszakad. Egy gyors vacsi, egy nagy szex, egy nagy alvás mész haza. Nem vagyunk. És tulajdonképpen kicsit újjá születtél. Kicsit újjá születtél. Maradnék itt a kettes projektnél, maradnék úgy egész hétvégére. Hát az úgy a pihenés, igen. Na figyelj, de van egy híres emberünk, vagy inkább celebünk, úgy mondom, meg egy szólásmondásunk. Mi legyen? Szólásmondás. Nem vállalod a celebet? Nem vagyok jó celebekben, nálam más kategória az ismert ember, mint amik Magyarországon a celebek. Nem, most nem én vagyok a feladvány. Na, nézzük akkor, jó? Figyelj, elindítjuk az órát, így szól. Zöld tonszid, dúl kos. Ajajajaj, jó, nem mondhatom még egyszer, figyelj. Zöld tonszid, dúl kos. Uha. Jó, Soklód, Viktor Győz. Ennyi, így van, így van. Soklód, így van. Bizony, negyedikes lesz a harmadik gyermek, illetve az első gyermek. És ő súgott. Úgyhogy most rágyúrunk a szólásmondásokra, mert a felvételihez az kell. Az a felvételi valahogy szólásmondásokat kell mondani? Nem, ilyen, van a feladatlistában, van olyan, hogy fel kell ismerni a képekről a szólásmondást, hogy mit ábrázol. Aha. Ez általános negyedik? Tehát ez... Vagy ovi, vagy hova? Hova felvét? A felvétet ötödik osztályban, 8 év folyamos gimnáziumban. Ja, aha, mondom, ötödikben is felvételi van. Ja, hogy alsóból elmegy, igen, és akkor egy... Igen, és egy 8-asban megy, tehát a gimnázium igen. együtt a felsővel. És az másik suli, tehát kisveszítek, és nem ott folytatja, hanem valahova átmegy. Igen, hát ez a terv. Aztán meglátjuk, hogy felveszik-e. Anyát régen felvették, úgyhogy ajánlom neki, hogy őt is. De ez milyen, hogy nem egytől 8-ig megy végét suli? Tehát az máshol van alsós, és aztán egy 6-osztályosba rakjátok? Nálunk eleve úgy van, hogy már így külön helyen is van az alsó meg a felső ennek az iskolának, ahova járunk. És akkor, ha már úgyis el kell menni valahova, akkor hát ezt most csúnya ilyet mondani, de magasabb oktatási színvonalat szeretnénk választani. Milyen rossz, amikor így már vannak barátaid, nem gondolom, vagy hát lehet, hogy gyerekek máshogy reagálnak, 4 évig jársz valaki, kirántanak, és akkor egy tök új osztály. De ez biztos nyilván... Nem nagyon maradt senki az osztályunkból, aha, felső tagozaton. Senki. Szétforrodnak a gyerekek. 4 gyerek, igen. Hofrak a többiek. A felsőben már úgy is van, hogy a mostani 2 vagy 3 évfolyam van az iskolában, nem is tudom, hogy de már csak egy indul a felsőbe. Aha. Na jól van. Oké, Anni, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm. Jó, szép jó napot volt nektek, és az Annának meg a Zsulnak boldog szülinapot. Rendes vagy. Ugyanitt ugyanezen helyen ajándékok átvétele természetesen továbbra is folyik. Édesünk és pezsgünk már van. Anni, köszi, puszi, ciao. Sziasztok! Hello! 3 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyünk és uraim.
8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók! Csak egy mondat az időjárásról, mert hogy még nem volt szó, és nyilván mindenki szeretné tudni, hogy milyen lesz az idő hétvégén, ha még nem hallottátok. Hát úgy néz ki, hogy szeretné a nyár mindezt megadni nekünk, amit nem sikerült ezen a nyáron, összefüggő, több napig tartó jó idő. Ami azért idén hát kevesebb jutott, vagy kevesebb volt nekünk. Jövő csütörtökig látom, és sehol egy esőfelhő, sehol egy vihar, sehol egy hidegfront, úgyhogy úgy néz ki, egészen jó idő lesz. Kapod még egy hetet a balatoni szezon. Hát rájuk fér szegényekre, tehát ebből most nem vesznek új házat, vagy építenek átuk büfét, vagy nem tudom mit. Mondjuk amilyen a balatoni büfékben voltam, ott 30 éve csak egy tisztasági festés volt. Hát, na jó, hát, nem nagyon építettek át semmit a déli parton legalábbis. De hát ez ettől bájos a Balaton. Kicsit ezért megyünk oda. Igen, picit ők áldozatul esnek évről évre annak a beidegződésnek, hogy augusztusban a Balaton bezár, és onnantól kezdve ott már semmi nincsen. De van. Csak nem sok értelme van oda. Visszaszúr. Annyi értelme van, menni máshova az országban. Szép a Balaton télen, csak kicsit olyan szomorkás. Tehát, hogy úgy nyár, de Balatonnak igazából nyáron van hangulata. De persze vannak télen is. Télen ez a Bornai miatt van. Mert megint elmúlt egy balatoni nyár. Igen. Egy nemzetbe éged bele. Nagy a torlódás az M5-ösön Szeged felé Örkény előtt. 15 km/h max haladás. Vigyázom mindenki magára. Füzesgyarmaton a trafi átköltözött a Bihar Nagybajomi oldalra, úgyhogy ott is vigyázzatok. Lehel, Robert, Károly sarkán nem működik a lámpa. Ezt Kálmán küldte nekünk, boldog születésnapot. Ákos, jött egy ilyen SMS is, nagyon jó. Mindenki ünnepli a születésnapját, csak ő nem, de átadjuk természetesen. Kaposváron a 48-as Honvéd csomóponton nem működik a lámpa. Egy autó már a tetején van. Sajnos kisebb torlódás várható. Ezt pedig Dani küldte nekünk. És nagyon szépen köszönjük, hogy senki nem hozott ide ilyen állott, ilyen hipermarketes tortákat, és mindenki frissen akarja hozni, és ezért késik. De 10-ig itt vagyunk, tehát meg tudjuk várni. Itt vagyunk, természetesen. Pezsgő már érkezett, hogy tudjunk szívnapozni réteseket is. Nekem innom is kellett rá egy kávét. Becsilingelt? Egy picit egyébként, igen. Így evés előtt azért nekem. Hát nem vagy az a nagy piac. Hát nem, evés előtt, akkor már megetted a szendvicset, az igazán kitartott volna idáig. Igen. Na, vendéggel készültünk 8 óra utára, és azt gondolom, hogy a következő beszélgetés lehet, hogy néhány hallgatónk, de hát ez mi abszolút hozzá vagyunk szokva, megosztja majd, mert ha kimondjuk azt, hogy börtönszínház, akkor szerintem sokan felkapják a fejüket, nagy levegőt kezdenek venni, ki szereti, ki kevésbé szereti ezt a szót, de talán azért, mert leginkább nem is ismerjük. Frenko Zsolt színész rendező, a Pince Színház kulturális menedzsere, a vendégünk. Hello Zsolt, jó reggelt kívánok neked! Hello! Jól gondolom én, hogyha azt említjük, hogy börtönszínház, vagy te kimondod, hogy ott rendezel, vagy darabokat mutattok be, akkor többen esetleg rosszalóan csóválják a fejüket, vagy nem értik, hogy miért kell a raboknak egyáltalán színházat rendezni? Megosztja az embereket, megosztja. Teljesen igazad van, igen, van, aki ezt pozitívan veszi, és azt gondolja, hogy ez nagyon fontos a reintegrációhoz és a társadalomba való visszataláláshoz, mások szerint pedig a büntetés az húha, tehát hogy akkor az mit. Igen, hogy ott ne legyen tévé, ne legyen különböző. Zárta, minek nekik WC, elég egy, ezt ugye nagyon-nagyon sokat halljuk ezeket. Igen, a tehát a büntetésben nem ez a büntetés, hanem az ember elveszíti a személyes terét, és a büntetés mértéke határozza meg. Tehát nyilván a csirketolvaj egészen más kap, mint a fegyveres rabló, és nem mindegy, hogy valakinek másfél évre szűnik meg a személyes tere, vagy 17 évre. Te hogy találkoztál a színház ezen formájával? Hogy börtönszínház. Elkezdtél börtönöket járni évekkel ezelőtt, és azt mondtad, hogy na jó, hát akkor van értelme velük is foglalkozni? Valamiért, színházat vinni neki? Valamiért Szegeden körbenéztem a csillagba, igen. Hát voltam egy darabig. Komolyan egy évig. Hát nem ültem, csak hogy bementem megnézni a börtönt. És akkor, amikor az egyetemi szakdolgozatomat kezdtem írni, és gondolkodtam, hogy milyen témát válasszak, akkor a börtönszínházat gondoltam, és akkor én lejártam Szegedre, és rendeztem egy előadást az elítéltekkel, tehát egy évig, több mint egy évig jártam le minden héten egy vagy két alkalommal próbálni. Szóval inkább, hogy néz ki? Tehát az ember elhatározza, hogy például levisz színházat a szegedi csillagbörtön, mert mi talán az egyik legkeményebb. Nem? Igen, az elég húzós. Igen. Az elég húzós. Igen. És akkor te ott kiválasztod, hogy kivel szeretnél dolgozni, vagy azt mondják, hogy vele lehet, vele nem lehet? Ott létezett akkor egy színjátszó csapat, tehát előttem is dolgoztak már, és létrehoztak egy nagyszerű bükirályt, elég híres volt, ki is jöttek a falak közül vele, meg sok ember beengedtek, és Európából is többen kíváncsiak voltak rá. Én úgy gondoltam, hogy erre engedélyt kérek, és aztán meglátom, hogy mivel kivel találkozom bent, és majd ahhoz képest választom ki, hogy mi lesz a darab. Úgyhogy, soha nem kérdezett, hogy miért van benn? Soha nem jön szóba, hogy ő miért ül? Én megvárom, amíg ő elmondja. De ők elmondják, gondolom. Egy idő után megnyílnak. Egy idő után megnyílnak.
nagyon csúnya lenne oda menni és megkérdezni, hogy miért. Hogy na te miért vagy. És olyan nincs, hogy a vezetőség mondja azt, hogy vele nem lehet? Mert ő nem tudom, annyira deviáns, annyira... De ez hát egy bizonyos rizikófaktor fölött azt mondják, hogy nem, vagy pedig csak falon belül, tehát hogy nem mozdítható onnan. Tehát, hogy külső előadás igen, nincs. Igen, így van. Az egyébként, ha belegondolsz, ez mekkora jutalom, hogy azt mondod, hogy van egy 5 éves büntetésed, jössz te, beemeled egy darabba, és azt mondod, hogy 2 havonta egyszer ki fogunk menni egy előadásra. Hát, ha 2 havonta nem is, de ha egyáltalán mindegy, de ha már ki tud moccani, tehát ezt a monoton közeget elhagyja, és falon kívül egy másik intézetben, vagy nehogy Isten, nálunk a Pince Színházban mutatja meg, mint hogy az tavaly is volt a színházak éjszakáján, idén is lesz, akkor ez egy még nagyobb jutalom. Tehát annak örülnek. Arról nem beszél, hogy a többiekhez milyen motiváló hatású. És tülekednek egyébként a szerepekért? Nem tülekednek, meg eleinte azért ez nem nagy dicsőség, hogyha valaki, nehogy Isten, még ráadásul lány szerepet kell játszania, ugye a legtöbb intézetben azért fiúk vannak. Igen. Tehát ez necces. Az nem jutalom. Meg nyilván nem, hogy mondjam, nem színház történészek csücsülnek bent, akik tudják, hogy ez Shakespeare korában vagy a görögöknél ez teljesen normális volt. Tehát ott azért van, megy a cikizés, meg a cseszegetés, de hogyha ezzel sikert érnek el, vagy megnyernek egy ilyen találkozót, vagy kijutnak a falakon kívülre, akkor meg egészen más fénye van a dolognak. Akkor ez egy fasz a dolog. Hogy néz ki egy börtönszleng volt, értem. Hogy néz ki alapjánvé egy ilyen foglalkozást? Te bemész hozzájuk, elmondod, hogy ki vagy, honnan jöttél, ha mondjuk még esetleg nem tudják, hogy nem működik bent színház, és azt mondod, hogy na most akkor azért vagyunk itt, mert mondjuk megtanulunk egy darabot, vagy színházat fogunk csinálni. Így kell ezt elképzeled? Valahogy neked oda kell menni, be kell mutatkozni, nem? Igen. Én Szeged óta nem rendeztem bent, ők hozzák létre, inkább bemegyek és megnézek egy próbát, segítek, hogy azt mondom, hogy ezt itt nem így kéne, úgy kéne, nem tudom, tehát hogy inkább ilyen külső szemként rákukkantok, mint ahogy most ezen az országos találkozón, ami a József Attila Színházban volt, 21 intézmény kellett előzsűriznem és onnan kiválasztani ezt az 5-öt, aki bekerülhet a József Attilába. Tehát mindenütt voltak segítőik a színjátszó csapatoknak, vagy házon belül, vagy külső segítség jött, vagy a házon belülhez jött külső segítség, és általában azok voltak a nyerők, ahol volt külső szem. Tehát ahol vagy egy színész, vagy egy drámapedagógus, vagy valamilyen színházat már látott lény beszabadult, és hozzá tudott szólni ehhez. És ilyenkor tudom, hogy néz ki? Hát ez egy nagyon praktikus kérdés, hogy kihozzák őket a börtönből, mondjuk a József Attila színházba, és közben magát a színházat őrzik, hogy senki ne akarjon meglépni. Egyáltalán eszükbe jut-e meglépni? Nem tudom, hogy eszükbe jut-e. Ennyire nem látunk bele. Ennyire nem látunk bele. Talál egy rendőr? De ha meglátják a készültséget, nem jut eszükbe. Aha. Szerintem. 300 nézőből 200 BV-s. Tehát, hát itt 600 néző volt, abból szerintem 150 valóban BV-s volt. De az tényleg néző volt, tehát hogy civil ruhában. De egyébként volt egy egészen szépen megszervezett... Szakmai szemmel is nézték a dolgot. Egy nagyon jól megszervezett készültség és biztonságtechnika. Tehát, hogy az... Nálunk a Pince Színházban egy kicsit más, szerencsésebb a helyzet. Tehát a József Attila Színháznak van 7. Igen, nálatok egy kiállat van. Nálunk így van. Pontosan tudom. Igen. Ez van egy technikai kiállat. Igen, ott nehezebb meglépni. Ez a megközelíthetetlen. Csak az a baj, hogy mind a két kiállat ugyanaz az utcára néz. Így van, hogy ott az szóba se jöhet Skandinávia. De gondolom, hogy lehetőségük, családtagokkal, szeretekkel itt sincs találkozni, nem? Tehát beül a nézőtér, megnézhetik, de effektíve fizikai kontaktus, gondolom nincsen, mert az egy külön szabályozás. Ugye a kapcsolattartás, hogy a beszélő az hogy működik és hogy nem működik, vagy a családdal való kapcsolattartás. Mit mondasz azon hangokra, akik megkérdezik tőled, hogy minek nekik színház, meg nem azért mentek be, meg miért akarik az ő életüket is egy kicsit jobbá tenni, amivel kezdtük a beszélgetést, gondolom, hogy ilyet is hallasz azért, vagy ezt is megkérdezik tőled? Azért, mert a büntetésben maga az a büntetés, hogyha 6 emberrel együtt, most minket így 5-en bezárnának nem hosszú időre, csak 5 hónapra veszítenénk el a személyes terünket, és ebben a szobában kéne eltölteni ezt az 5 hónapot. Itt írnánk levelet, itt tennénk szendvicset, itt maszturbálnánk, és itt végeznénk el a dolgunkat, és itt mosakodnánk, mindannyian, az már nem lenne vicces egy idő nem, után. Nem, ez viszonylag hamar. És a második napra. Mindenképpen alsó ágyas lenne a statika jogok. Nem dől el. Szóval én ezt mondom ezekre a hangokra, hogy hajrá, hát majd ha kipróbáltad, akkor tudod, hogy kellene nekik színes televízió, meg nem, én is hallottam már ilyet, hogy tévét néznek. Igen, tévét néznek.
és nézzenek is tévét. Egyébként pedig az a cél, hogy reintegráljuk őket vissza a társadalomba. Mert hogyha egy idő után ki fognak nyílni a kapuk, és ő visszajön, akkor ugye nem az a cél, hogy még vadabb vadat neveljünk valakiből, mint amiért bekerült. Tehát azt gondolom, hogy akkor nagyon is segíteni kell abban, hogy megtalálja ezeket az emberi aspektusokat, illetve hangokat, hogy jobban tudjon kommunikálni, hogy bent iskolába járjon. Arról nem beszél, hogy a színház egy nagyon fontos terápia a pszichének. De mi mindannyian itt kint civilben naponta tudat alatt szerepeket váltunk. A vásárló szerepében, a műsorvezető szerepében, a családapa szerepében, egy csomó szerepben megfordul, ezek elvesznek. Ott csak egy elítélt, hogy is kész. Igen. Hát nincs esélyed, mert hogy nincs lehetőséged. De az egy egészségtelen dolog a pszichének. Tehát, hogy azért mentálisan is karban kell tartani az embert. Arról nem beszél, hogy minden embernek szüksége van a sikerre bizonyos mértékben. Az is siker, hogyha jól vásárolok margarint, mert olcsóbb 15 forinttal. Ezt a Jani felé mond, mert erre ő figyel. De ez konkrétan hol volt? Nem mondhatom ki, hogy a termék megjelenítés az most itt nem jön szóba. De tehát, hogy a siker az nagyon fontos. És hát nyilván azért vannak ott, mert hogy az őket sose érte utol. Tehát, hogy arra mindenkinek szüksége van, és az egy nagyon jó dolog. Nyilván ez egy pozitív löket, persze, abszolút mindenkinek. Abszolút motivál. És valamelyik ügyészségről volt már visszajelzés, hogy látszik rajtuk a fejlődés. Piro, rátatlan vagyok. Amire dolgozott a Frankóval. Szépen jár. Azt mondtad, hogy van olyan, amikor belső rendezés van, tehát a rendező maga belülről jön. Igen. Akkor ő elítélt? Nem. Olyan is van természetesen. Kovács főtörzs asszony. Mindig vannak. Igen, vagy Kovács főtörzs asszony, miért is ne, hogyha ő valamiféle szakirányban ő már működött, vagy ne, hogy Isten tanult is ilyesmit, vagy végzett pedagógiát, akkor természetesen foglalkozik ezzel, de azért mindig van a csapatban, és mindig van egy alfa hím, aki viszi magával a többit. Ha szerencsénk van, akkor ez egy jó irányú... Hát meg van a hierarchia nyilván, persze. Így van. De most láttam olyan produkciót, például a Szombathelyek egészen fantasztikus dolgot csináltak, ő meg is nyerte a József Attilában a legjobb alakítás díját, vagy legjobb főszereplő díját, és aki a legjobb főszereplő volt, ő írta magát a darabot. Tehát, hogy és zseniális történet tehát volt. Tehát egy nagyon jó magára írt egy darabot? Tulajdonképpen igen. Igen, de nem csak magára írt, mert azért voltak benne ilyen belső bérés poénok, meg kicsit reflektált a külvilágra. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon okosan összerakott dolog volt. Németh Ákost hívtam a József Attila Színházba zsűrizni, aki ugye gyakorló drámaíró, praktizál, és ő is azt mondta rá, hogy ez egy nagyon jó szerkesztett kis történet volt. Hogy... Hálásak ők ezért egyébként? Nyilván gondolom, igen. Nem? Igen. Hogy lehetőséget kapnak, hogy foglalkoztok velünk. Igen, abszolút. És teljesen másként kommunikálnak. Szóval, hogy abszolút érződik rajtuk, hogy megnyílnak, hogy másként beszélgetnek, akár a kintről jött el, akár egymással. Nagyon-nagyon jó terápia szerintem. Arra van valamiféle kutatás, hogy amikor ők aztán próbálnak integrálódni, vagy visszamenni a társadalomba, akkor nagyobb, nem tudom, hatásfokkal sikerül ez nekik, vagy nagyobb százalékkal azok, akik mondjuk részt vesznek ilyen foglalkozáson? Tudok róla, hogy erről lenne bármilyen felmérés. Milyen érdekes lenne, nem? De hogy ezt bebizonyítani, hogy ennek valóban pozitív hatása van. Igen, ez abszolút érdekes lenne. Hát, hogy külföldön csináltak ilyet. Külföldön nagyon érdekes törekvésekről hallottam, tehát Olaszországban volt, azt hiszem Itáliában volt az, amikor olvasniuk kellett az elítélteknek, és meg volt határod, mint egy 400 oldal fölötti regényeket, és csökkentette a büntetési tételt. Ja, tudom, ez úgy volt, hogy kikérdezték őket, nagy. hogy kiket olvasol, hát, és ha el tudtad mondani, de be kellett számolni, hát, és ha el tudtad mondani, akkor ugye X nap. Nem tudom, csökkentették. Igen, 48 napot lehetett szerezni összesen ezzel. Kvázi rávették őket, hogy olvassanak. Egy könyv egy nap. Soha nem volt bent a háború és béke. Állandóként volt valamelyiknél. A csendes don mindenki elmesett. A másik helyen Romániában, azt hiszem, román büntetésvégrehajtási intézetekben volt az, ahol írni kellett. Tehát ugyanennek a fordítottja ott. Ha megírtál egy 400 oldalas könyvet, akkor igen, de aztán ott is felütötte a fejét a bérmunka és a plágium esete. Erről bebizonyosodott, hogy ez nem jó módszer, az olvasás jobb. Na azt nem tudjuk, hogy ugye az a hatása megvan-e, hogyha kijönnek, akkor változik-e, de bent másként kezdenek el viselkedni? Igen. 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 Tehát jobban, kezelhetőbben, igen. Megértik jobban azt, hogy miért vannak bent például? Női esetleg hát a mozdulataik sálladdolnak. Azt nem ettől fogják megérteni, hanem...
az egy teljesen más történet. Aha. Azt tudják, hogy miért van. Már nem a bűnt mondom, amit elkövettek. Tudja, hogy a személyisége fejlődik-e, változik-e, ja, persze, természetesen. Igen. Tehát egyébként magára a büntetésre szerintem az emberiség évezredek óta nem talál olyan megoldást, amire mindenki azt mondaná, hogy na, ez igen. Tehát hát ez az, hogy mindenki más, hogy gondolkodik, nem? Hát persze, tehát, hogy nyugaton persze, is teljesen más, hogy gondolkodnak a büntetés végrehajtáson, meg érdemes megnézni az északi országokat, államokat, Norvégia, ugye a skandináv országokat, teljesen más gondolnak arról, hogy minek milyen eredménye van. Magyarországon is más gondolnak erről. Meg nyilván Törökország vagy Indiában is. És Törökországban, Indiában vagy a Fülöp-szigeteken. Láttam egy összeállítás, elképesztő, én hogy milyen állapotok van. Maláj börtön. Személyesen láttad? Voltál benne? Tudsz mesélni a tapasztalatokról? Hát, ez húzás. Tehát az nem egészen bent, én a falak fölött voltam, és rálátás volt a Kuala Lumpurban, a metróról rá lehet látni egy nagyon nagy intézményre. És az kutyául nézett ki. Tehát nem mondom, hogy nagyon szeretnék a csillagban hosszú időt tölteni, de az egészen elképesztő. Nem ilyen higiénis meg, hát, amiket, dolgok, vagy mi volt az? Maga az épület állaga, és igen, tehát hogy azon látszott, hogy ott rémes állapotok vannak. Tehát hogyha bármelyik ilyen Midnight Express, vagy Bangkok Hilton és egyéb filmre gondolunk, akkor azért ezeket a keleti, tehát Törökországtól... Uh-huh. Voltál már török börtönben? Nem. Nem, de azok úgy de kemények azok is, hát az Él-Amerika, de hát igen. Tehát erre mondják tényleg azt, hogy a Balázs is kezdte az elején, hogy sokan mondják, hogy hát azért vannak ott, hogy bűnhődgyerekem pedig azért jól érzek magukat, csak néha ezeket az intézményeket elnéz az embernek az jut az eszébe, hogy nincs bent egyetlen börtönőrsel, hanem csak rájuk zártak a kaput, azt oldjátok meg magatok. Igen, van ilyen egyébként. Néztem egy börtönökről sorozatot, van, ahova már az őrök sem mennek be, a hierarchia kialakult, és ők maguk oldanak meg mindent egyébként. Igen, csak pont erre mondtam az előbb, hogy előbb-utóbb az a kapu ki fog nyílni, tehát akár 3 év múlva, akár 16, de ki fog sétálni, tehát nem az a cél, hogy amit bezártuk. Igen. Tehát, hogy nem ez lenne a cél. Attól, hogy bent a poloskák közé tesszük, hogy hasonuljon, az nem megoldás. És a miénk menőnek tartják ezt, vagy cikinek, vagy kirőgik a másikat, amikor jelentkezik egy ilyenre? Magát a reakciók. Hát úgy általában igen, hogy elmegy Lajos színésznek. Igen, amikor jelentkezik, akkor szerintem kiröhögik. Volt, aki azt is, aki mondta is, tehát hogy a többiek azért beszólogattak neki. De amikor meg eredményt ér el vele, tehát mondjuk egy ilyen területi fordulót, ahol 4 intézmény mérkőzik meg, és azt megnyeri, és kiderül, hogy onnan még tovább jut, már az is nagyon jó, hogy egyet eljutott mondjuk a Baracskai Intézet Szombathelyre, tehát hogy az egy elég nagy kirándulás volt, és akkor ott megmutatta magát, 3 másik intézet munkatársa, elítéltje is, stb. Látták. Tehát valamiféle fajta, egyrészt az, hogy szerepet játszott, másrészt az, hogy sikert ért el ezzel, az nagyon-nagyon fontos volt neki, de hogy onnan tovább jusson még az országos megméretetésre, és a József Attila Színházban, egy igazi színházban, igazi színpadon, igazi technikával, igazi közönség előtt játszon, az meg aztán végképp motiválóan hat a többiekre. Hát csak belegondolsz, már csak egy utazás, érted, úgyhogy mondjuk 5 éve ülsz, és azt mondjuk, hogy ugyan Rabomilban, vagy Rabomilban, de akkor, de kilátsz az ablakból, van kapcsolatod lesz a külvilággal. Tehát, hogy ezek tényleg fontos dolgok, és tényleg komoly. Ha visszaugrunk oda, hogy mi ülünk ebben a bizonyos cellában, te bejössz, a zsűre milyen szerepet tudnál osztani? Most ő lenne a technikusunk, nem? Igen. Mikor a Puciben volt, akkor arról beleolvastam egy interjút, hogy ő is részt vett egyébként, nem tudom, hol töltötte a büntetését. A Budapesti Fegyházős börtönben. Ott volt a stól, de hogy ő is részt vett egyébként a börtönszínházban, hát nyilván... Neki volt valami előélete, nem? Jó, hát színészi vélem, de ez csak, hogy ő segítette egyébként a bent lévőket. Hát a Damuról is, Tiszalökön is csinált előadást bent az elítéltekkel. A híres színészek jönnek veled, vagy szívesen vesz? Meg a vacsoracsatában is csinált elő. Nem, halatortán vagy, amikor fölrúgta a csográcsot, és igen, kicsit kiborult, mert nem ő nyerte a versenyt. Igen. A híresebb színészek, vagy azok, akiknek már nevük van, szintén szívesen vesznek részt hasonló kezdeményezésben? Igen, sokan? Sokakat érdekel, igen. Pogány Jutkának abszolút szívügye, tehát ő ezt nagyon fontosnak tartja. Játszik nálunk 9 éve, játsza Pedig én jó anya voltam című monodrámáját, ami az egyik utolsó magyar halálra ítéltnek az édesanyját játsza benne, és egy 100 perces monológot mond arról, hogy jutottak el odáig, hogy a gyereket felakasztották. Elég kegyetlen és kemény, és ezt nézte meg tökörről 2 tiszt, akik utána bent megcsinálták ennek a fordítottját. Az egyik egyikük megírta, Nagy Klára Katalin megírta azt, hogy mi ment a fiú fejében, amíg a síralomházban várt a büntetés végrehajtására.
Az is nagyon durva. És akkor ezt megcsináltuk úgy, hogy mi elvittük Pogány Jutkát Tökörre, ő eljátszotta ott, a 100. előadást ott tartottuk a börtönben. Majd kihoztuk a Tökölieket a Pince Színházba, és ők meg eljátszották nálunk az ő verziójukat, és pedig összeraktam ezt a kettőt. Pogány Jutka volt az első rész, és a Bévések volt a második rész. Az nagyon izgalmas volt így egymás után a kettő. Az ki volt? Richter Richard? Volt az utolsó talán, akit felakasztottak? Ez Molnár Henrik egészen pontosan, de nem az legutolsó volt, hanem az egyik. Ja, az egyik utolsó. Az utolsó ötben volt mondjuk. Igen. Amikor ők írnak darabot, az általában bent játszódik? Nem feltétlen. Nem. Nem feltétlen, de sokszor van benne olyan rész, hogy bent, mert az... Mert az a minden napot. Igen, és azzal lehet nagyon jókat poénkodni, meg egy kicsit bebeszólogatni a saját rendszerüknek, a külső rendszernek, és egyáltalán... Ilyen szelepjellege, gondolom, működik egy kicsit, igen, nem? Igen, igen. Van olyan, aki kijön és még színészkedni akar, hogy megtalált téged? Hogy neki ezt tetszett és kipróbálna magát élesben? Most megtalált az egyik. Tényleg? Igen, nem. Mennyit volt mindjárt, benne? Ki ja, fog benne jönni mindjárt, pillanatok kérdése, és ő neki aktív és profi sportoló volt egyébként, és szöget ütött a fejébe, hogy mi lenne, ha kint ő ezzel foglalkozna. De amúgy nem feltétlen, és nagyon, hogy mondjam, szóval nem, sajnos nem jó arányban tudnak meggyökerezni a visszatérés után. Tehát, hogy csúnyán hangzik, de hát kisebb arány találja meg a helyét aztán a társadalomban. De van olyan, a csillagbeli színjátszóim közül van olyan, akiről tudok, ő bejelölt a Facebookon pár évvel ezelőtt, és először nem is tudtam, hát ezt ismeritek, hiszen titeket aztán jelölgetnek, gondolom, még engem is, tehát kijövök az édes életből, akkor másnap nyilván, hogy a Győzikét rendezem ott, akkor rögtön bejölnek 170. Tehát, hogy, igen, az, nyilván, az ugye az ilyen, és akkor az ember megkérdezi Farkas Jennifer-től, hogy mégis honnan ismerjük egymást. Hát nem ismerlek, csak hát láttam, hogy ez barátnőd, akkor... A Facebookon, hogy valaki bejelöljön. Na mindegy, és így bejelölt az egyik fiú, és akkor kezdtem el kommunikálni, és ő tök jól van, ő azonnal visszatért, és elvégezte a teológiát, és boldogan teljesíti szolgálatát Békés megye és Hajdú megye határa. De jó, milyen érdekes életetek azért. Nagyon jó érzés egyébként. Tehát az, hogy 14-ből egy, az ilyen... Tehát az tényleg, az tök jó. És hogy politikus lehet, illetve nem politikus, hanem teológus, bocsánat. A Pince Színházban terveztek hasonló darabot most bemutatni? Csak azért, aki esetleg elmenne megnézni egyet, vagy kihozni darabot? Most szeptember 17-én a színházak éjszakája, oda három intézetet hívtam meg. Tehát ott a Tököliek mellett a Budapesti Fegyház és Börtön, illetve az IMEI, ami még izgalmasabb, hogy ez az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, és az ő színjátszóit fognak bemutatni. Egy elég rövid, de nagyon frappáns és velős produkciót, amit én már láttam. Kemény? Ez egy kabarétréfa, hát ez attól kemény, hogy ők azért más, hogy mondjam, más szinten működnek, és más szinten kell velük foglalkozni, más módon, de nagyon izgalmas, és nagyon profi dolgot csináltak. Tehát nagyon, nekem nagyon tetszett. Egy 10 perces jelenet, amit érdemes megnézni. Milyen érdekes ezt hallani, nem? Hogy ilyenek is vannak. Szerintem sok embernek, akik ezt nem is gondolták nem, igen, volna, nem vagy nem. Tudnak róla, nem tudnak róla, nem szerintem. Tudnak róla, igen, emberek, igen, és fontos egyébként kommunikálni a külvilág felé, szerintem. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, én hogy itt voltál. Én további vidám típusú... reggelt, vagy vidámabbat. Más típusú beszélgetés volt, de mi azért csinálunk. Mi azért csinálunk ilyeneket, szerintem kell néha ilyen dolgokról is beszélni. Frenko Zsolt színész rendező, a Pince Színház kulturális menedzsere. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál. 8:30 múlt. Pontosan 4 perccel jövünk a hírek után. It's my de 9 múlt pontosan. 2 perccel, Istenem, ez az én életem. 99 Balaton Boglár üdülő erre a számra csokoloztam először egy Tarzan Bece nevű lányjal. Ó, az hogy jut? Na mindegy, nem akarok erre. És ne arra, hogy hogy szóltak a barátai. Tarzan Bece nevű lányjal. Igen, hát igen. De ha még Jane. Aha, hát igen. Lehet, hogy közben úgy üvöltött. Aha. Jane vagy Kercsak. Igen. Kercsak picit erős, mert ezt majom volt. Ő volt a gorillák. Ő volt a gorillák. Ez kicsit erős a Kercsak. A gorillák főnök. Szia, Gábor vagyok. Én meg Kercsak. Az úgy picit erős. Rákosz hídon Buda felé belsősában elakadt autó. Lehetséges koccanás. Alakul a torlódás.
Zabátok még, ezért volt kiedzenek. Puszi, írja egy hallgató. Nem, abszolút nem, csak még itt volt egy dolog, amit meg kellett volna. Nem zabálunk, nagyon szépen ettünk. Ünneplünk ma, hát szüli? Naposaink vannak, hát több születésnaposunk is van. Örüljetek már velünk. Örüljetek egy picit velünk, Zsülci is már ünnepli a születésnapját. Anna is már ünnepli a születésnapját, úgyhogy mindenki nagyon boldog. Kaptunk egy szóhőmérsékletű pesgőt, küldtek nekünk csokit, vagy rétes, nem lehet okot panaszra, komolyan mondom. Hát így sose ünnepeltünk még így benneteket meg. Boldog, fiatos, egy percet se öregettük az elmúlt fél percben. Egy abszolút nagyot tudunk itt ünnepelni. Hallgatóinak köszönhetően, akik drágák is küldtek egy csomó mindent. És a már sülőben lévő tortákért, süteményekért is nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Így van. Most megy föl rá csokimáz azzal a nagy lapos kanállal. Ó, gyönyörű. Nagyon nem kell elsimítani, jó? Tehát ne húzzátok ezzel az időt. Ahogy a fondant kanyarítja rá, hogy boldog születésnapot, azt nem ével kell? Mindegy. Bárhogy jó lesz, tegyétek le. Mit csinálnak az M5-ösön, ki tudnátok deríteni, miért kell újra aszfaltozni azokat a szakaszokat, ahol amúgy is tükörsimák egyébként. Ezzel olyan dugókat csinálnak, hogy az ember haja kihullik. Persze, ahol akkora gödrök vannak, hogy az ember elharapja a nyelvét, elreped a szélvédő, ott persze nem nyúlnak hozzá. A közútkezelő miért csinálja ezt? Mondjátok meg nekem, mi ez a sokkalmú munka? Mit akarnak ezzel eltüntetni? Kérdez egy hallgató. Én is szoktam gondolkozni, hogy valamikor úgy állnak neki egy szakasznak, hogy nem lát benne hibát, meg rajta hibát. Gondolom, van egy adott keret, amit el kell költeni. Nem? Mert a szakértő szem olyat is lát, amit te nem. Lehet, hogy hajszárepedéseket lát a szakértő szem? Csak azt látom, hogy tényleg ahol kellene nem javítanak, viszont az autópálya teljesen értelmetlen szakasz, hanem jó volt az út, ott felszedik újra a burkolat tetejét, és leteszik. Mert azt még a közgép csinálta. Közgép irigyek? Annem jó, amire közgép ide, meg újat csinálunk. Újat csinálunk, igen. Hegyes, ami határnál egyáltalán nem zavartalan a közlekedés, az osztrák hatóság ismét bevetette magát az ellenőrzésbe. Minimum egy óra várakozás továbbra is. Nagyon jó riportot csináltatok, gratulálok, azt hittem számomra ez egy érdektelen téma, de itt ragadtam a rádió előtt, ezt Grammy küldte nekünk. Igen, hát kapunk hideget, meleget nyilván. Nagyon sokan nem értenek egyet az ilyen típusú riportokkal, nagyon sokan azt írják nekünk SMS-ben, hogy de hát az áldozatok is egyébként is erre miért van szükség, és miért kell nekik reklámot csinálni, és szóval egészen szörnyű. Nyilván, de hát ezek a beszélgetések azért jók. Az ember eldöntheti, hogy mit gondol róla, hová legyen, meg tudja, hogy van ilyen, és van róla véleménye. Nem baj az, ha valaki erről más gondol. Csak ilyen SMS jött, hogy ezek nem jó beszélgetések, és mi van azokkal, akik kint vannak? Meg nem baj egyébként. Ne adj Isten a hozzátartozókkal. Hát más szemszögből is meg lehet azért ezt közelíteni. Nem baj egyébként, hogy az elítélteknek bent nem azt a személyiségének, nem azt a szegmensét erősítik, amik miatt bent ülnek, hanem azt a személy, azt a szegmensét, ami segít abban, hogy tényleg visszakerüljenek a társadalomba, és hogy idézőben normális emberré váljanak, hogy ne legyen belül később probléma. Ha bent vannak a négy fal között, együtt, egy zárkában, és mindentől elzártva, és csak a bünti, akkor az fog bennük erősödni, hogy... Meg nem mindenki gyilkos bent azért. Nem, szóval hát, azért csomó mindenért lehet bekerülni, nem? Tehát azért persze van, ahol vannak áldozatok, meg hozzátartozók, de azért nem mindenki csak azért kerülhet be, mert életellenes bűncselekményt követett el, tehát azért nem feltétlen lehet, vagy kell így gondolkodni. Én szerintem is érdekes volt. Egyébként, na megmutatjuk a hármas ugrásra beugrott, jó? Figyeljen mindenki, hogy mit kell kitalálni, ez jön most. Hát, egyrészt nagyon sokszor volt. Te mondd ezt, hogy... Egy kis segítség, egyrészt volt már, nem is egyszer. Kettő hosszúak a részletek, de azért mutatjuk még egyszer. Jó, ha játszanátok velünk, figyeljetek. Tehát, na, ez így szerejtől egyik. Így van. Kettő darab dalcím, és kettő darab előadó. Ez az, amit várunk egyébként. Találtam egy honlapot. Na, honlapot vagy honlapot? Honlapot. Honlapot, most, hogy kinyílt az internet, ugye a kis térségben, élők számára. Lehet, hogy beszéltünk már róla, itt ez egy ausztrál ember találta ki, ahová mindenki föltöltheti a saját arcképét orgazmus közben. Akár páros, akár egyedül. Aha. Szerzett. És mutatom, csak odaért. És azon gondolkoztam, igen. Azon gondolkoztam, hogy csinálod meg.
magát a képet. Tehát itt most ne is arról beszéljünk, hogy egyébként ez jó-e vagy nem jó, mert ugye tabukat döntöget meg ilyesmi, hogy mi az értelme ennek a honlapnak, de csomóan nők és férfiak is, itt most csak a női oldalt nyitottam meg, raknak ilyen képet, hogy mi a tematika? Hát nekem kisebb gondom is nagyobb. Hova rakod a gépet? Ugye? Egyébként ez egy jó kérdés. Ki az, aki megcsinálja neked a képet? Igen, tehát vagy te hogy csinálod meg? Ha egyedül vagy, akkor se értem. Ugye őt ráadásul itt pont, mert azért így a szelfinél látszana. Meg akkor, tehát hogy ahogy én így emlékszem, az esemény volt, amikor még jó volt. És igen, amikor még eljutottál odáig. Akkor mindenre tudnék gondolni, csak arra nem, hogy pont rajta legyek én a fotóm. Itt ugye arcokat, tehát még mielőtt nagyon túlmennénk a dolgon, arcokat fotóznak közben, de ki fotózza, ő maga fotózza. Hát figyelj, hogy tehát eleve egyedül is elérheted ezt az állapotot, és hogyha mondjuk sok oldalon használod a selfie botot, akkor szerintem nincsen gond, mert a végén sok oldalon jó szó. Igen. Na most ő neki... Közelebb távolabb. Az egyik keze fönn van maga mellett, a másikkal meg eléri az állapotot. Tehát ő például nem tud selfie botozni. Ez azt jelenti, hogy valaki ott áll mellette, és megnyomja a gombot az adott pillanatban. Nem tud, anyám, milyen tüdeje van? Érdekes az enyém, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy ki milyen fejet vág. Tehát, hogy ki az, aki egyébként... Hisz, végig csak magad nézed a plafont. Nem úgy értem. A plafont tükörbe, mi? Nem mondtad, hogy baj van azzal, hogy az én hálószobámon megnézed. Sem, figyelj, hát érted? Velencei tükör van végig, tehát ez miért? Ha szeretnek is fontos, hogy neked jó legyen, ha neked attól lesz jó, hogy mindenhol tükrök van. Szeretem minden perspektívával nézni. Nem, tehát, hogy ez másokat érdekel, vagy izgat, hogy megnézik vadidegen ember egyébként grimaszoló, ronda, erőlködő fejét úgy, hogy közben egyébként nem szép arcot vágnak, mert hogy ebben semmi szexi, meg semmi szép nincs. Vicsorognak, kiabálnak, mint a lovak így nyerítenek közben. Nem, hát láttam egy-két képet, szóval, hogy így valahogy nem jöttem erős izgalmi állapotban, hogy ez utána fölmész és megnézegeted, hogy mások arca milyen. És képzeld el, amikor így felismersz egy régi osztálytársat, egy munkatársat, egy szomszédot, vagy meglátod az anyádat. Jézusom, hogy Bungie. Ma, hát tudtam, hogy bevezettük a széles sávot, és ne azt mondtad, csak hírkeresőzöl. Látom, ezért ez már egy picit tovább. Picit exhibicionistában, mint amilyenek ismertelek az elmúlt 38 évben. Igen, egészen rutinos felhasználat. Nem, szóval nem nincsenek szép képek. Egyébként, szóval, hogy ez egy tök belső ügy, egy magánügy, egy ilyen privát dolog, hogy ezeket utána ott valaki böngészze, hogy találjon egy olyan pasit, aki tetszik neki, miközben a pasi éppen vicsorog, de inkább egyébként nők töltik fel, azt nézem, hogy több női kép van, mint férfi. Volt egy film, aminek a kampányhoz kapcsolódtak ilyen jellegű promófotók, és akkor abból jött az ötlet, hogy jól emlékszem, hogy akkor na többen akkor megerőkítik akkor így magukat, és akkor... Ha? Csak ott ugye színezik, hogy a partner fejére kell tenni a kamerán. Tehát, hogy ugye, ja, ha ketten vagytok, és egy kis GoPro-t fölraksz ugye a partnerednek a fejére, és akkor ott sisakban. Jaj. Mondtam, hogy totál, távolam, nagyobb képkivágás. Az úgy nem szerencsés. Egy rohadt nagylát, ósztrőd már. Tabukat akar döntögetni a honlap, azt írják, itt közben utána olvastam, tabukat döntögetni, és mindenki vállalja önmagát, még ezekben a hát intim szituációkban is. Tehát, hogy ne csak a való életben egyébként, hanem ilyenkor is, és akkor ezt töltsd föl. Nyilván ez egy másik kérdés, hogy mire jó meg, de én azon akadtam meg, hogy a kivitelezés az. Na, az hogy, de most már meg vagyok, akkor köszönöm, tehát a GoPro a fejre. Igen. De érdekes egyébként, hogy szerintem magadat visszanézed, ez egy jó kérdés, nem? Hogy megnézed, hogy most vicsorogsz, és akkor látszik az amalgám többé, és a balhatós alsó. Csináljunk hármat meg, az egyik legyen belőle csak igazi. És egy ajándékcsomagért találják. Kedves hallgatók, én fotózlak, egye fene. Felveszi webkamerával, annyira primitívek vagy, tök írja egy hallgató. Felveszi webkamerával, visszanéz, és abban a pillanat nyom egy screen print gombot, és ennyi. Hát ezt se tudod, Ferenc? Hát ezt most komolyan a megszólás végén kellett elmondanom, hogy ezt egyébként valójában így csinálják. Tök igazad van, de nem ezért vagyunk primitívek. Igen, egy webkamera videó után egy screenshot. Vén emberek, írja valaki. Hát tényleg egyébként. Videóra veszi, aztán onnan kifényképezik. Aha, na jó van, köszönöm szépen. És a Ctrl-Alt-Del az még működik.
Látod, Ferenc, milyen jó, hogy velem cég is elér az internet. Ott találsz. Van, ott van, én megtalálom. Ezeket is segítetek most már, ezt a webkamerát is tudom, tök jó. Érdemes tanulni. És miért érdekes, hogy nem Benke Laci bácsi blogját olvastad elsőként, hanem azt írtad be, hogy női orgazm. Mi lehet azokkal? Iszonyat dugó van az M5-ösön Őrkénytől. Az autópálya rendőrség terel mindenkit. De állítólag csak egy útfelújítást, tehát át lehet rajta jutni. Ha frisset láttok, tapasztaltok, akkor írjátok meg nekünk, jó? Ezt egy hallgató elküldte, hogy dugó van, mert hogy csak az állapotot ellenőrzik, vagy éppen valamit csinálnak az autópályán, de nincs baleset. Emiatt kell egy pici lassulásra számítani, ezt többen megkérdeztétek, de ha van új információ, küldjetek el nekünk. Jó, 3 perc van pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Bon Jovi, Backstreet Boys, találtatok egy régi DJ Oti kazettát? Nem, ehhez most Otinak nem volt köze. Nem volt köze, Oti rajtatok tartja a szemét. Állítólag Madeirában most átrepült Ibizáról, de nem, ezt nem ő küldte, nem ő üzent, bár látom, hogy itt jönnek az SMS-ek, we love you, Oti, köszönöm szépen, átadjuk, Oti Skype-on, mixer, ez biztos ő tette, beírt a szala, nem, én mint Oti menedzsere, bizton állíthatom, hogy Otinak ebben most nem volt benne a keze. Nem, az új munkatársak hozták magukkal a régi Winchester-éket is ilyen zenét. Igen. Szexárról kifelé az Agyi benzinkúttal szemben kint a háromlábú. Ezt Máté küldte nekünk. Koccanásos baleset az M7-es Siófok felé vezető oldalán a Szabadbattyányi lehajtó előtt a belső sávban, fokozott óvatossággal vezessenek. Fokozott óvatossággal vezessenek. Ezt valakinek van energiája bepötyögni, le a kalapa. Komolyan mondom. Baleset a 83-ason Pápa felé, két autó frontálisan ütközött. Vespa Tibi küldte nekünk. Vespa Tibi, igen. Szép volt benni. Vespating. Há, úgy van írva, na. Jó, hát jó, gyerekeket, tudjátok, hogy agyban nem tudom átkonvertálni. Gyöngyösen a karácsonyi úton most állítják fel a háromlábút. Ez jó volt egyik, ez az Agyik út előtt, a háromlábú, hatlábú előtt. Azt itt tudjátok, mert én nem tudom, azért kérdezem, hogy miért hatlábú a kutya? Kutya. Nem. Mutáns, vagy... Vagy mi? Hát gyorsabban szalad, vagy nehezebben dől el. Tehát jobban áll a cég. Nem? Nem tudom. Nem, én sem tudom. Őkénnél útjavítás van, 5 kilométeres a terelés. Őkény? Őkény. Gyönyörű hely. Jéka. Sűjjájukalja. Jéka. Ne menj Őkény fejé. Jéka. Őkényben van már áptény. Megnyitottunk a ügykény, mert jéka. 5 kilométeres terelés, kb. 10 perc alatt jutottam át a terelésen. Szép nap a Tercsi. És hát tegnap Dabasnál volt a sor vége, ma egy kicsit gyorsabban lehet haladni, írt egy másik hallgató, egyébként 7 kilométeres már a sor. Javítják az egyébként tökéletes utat. Reménytelen, hogy beállsz egy 7 kilométeres sor végére. Reménytelen, hogy egyszer odaérsz valahova. Nem is értem egyébként, komolyan mondom, hogy miért. Ez jó kérdés, amit a hallgató megkérdezett, hogy miért csinálják, ha rendben van. Koccanás van a Vörösvári úton, az Árpád híd felé. A Flórián magasságában emiatt dugulott is minden, ez gyalogkakuk. Gyalogkakuk küldte nekünk. Nem tudod, Ali, hogy névjegyéken vették vissza a részvényeket? Kivonuljunk a tőzsdéjői. Tervadék vagy. Kedvelem a Norbit, mi jobban vagyunk. Igen, ő kivonul. Ki? A Norbi. Hogy? Honnan? Hol vonul? Ott. Kivonul. Már kezdődött a kivonulás, nem tudom, hogy ez meddig tart. Igen. De nem úgy veszik vissza a részvényeket, amennyi mikor a kibocsátás volt, hanem ami 400-450 forintos áron kell most nekik ugye visszavásárolni. Igen, mert nem tudom, mennyire adták annól. 900 körül volt. De hát ilyen 1000-ről indult, igen. Majdnem 1000-ről indult a Norbi részvény, és aztán mondom, 300 volt, és van 400 valamennyin veszik most vissza. Nagy nyerés nem volt akkor. Hát akkor azt neked ki kell fizetni. Aha. Persze. Ez a tőzsde szépsége, ugye? Illetve hát a szépség az ilyen idézőjeles, jó, hogy azért van benne bukta. Persze, meg van benne az nyerési lehetőség is. Ugye lásd, mondjuk Pokémon Go.
ugye a Nintendónak, de most állítólag már fűznek le róla egyre többen, úgyhogy hogy a részvények is ennek megfelelően azért elkezdtek esegetni, de ott az például egy óriási kassa volt annak, aki mondjuk így rálátott. De mi mondjuk tízszerezed a pénzed egy ilyennel? Tehát ha jó helyen száz be. Hát tízszerezni, az mondjuk azért nagyon szép, de hogy hát várjál, volt ilyen. Volt ilyen a GoPro. A GoPro, ami egy év alatt. Egy év alatt az fialt ennyit. Az kemény. Hogy bevettél valamit, mondjuk 10 000 és 100 000. Az ott nagyon durva. 6-7 dolláros névértéken jegyezték először, úgy jött be a tőzsdés, és hiszem, hogy 90-ig ment fel, hogy ilyesmi. Tehát, hogy aki ott azt abba beletenyerelt. Jó időben kaptad el, meg jó időben eladtad. De most már ne vegyél. Ne vegyék GoPro, ne menjek bele. Csináljunk egy ilyen tőzsdei tanácsadások laikusoktól, laikusoknak. Egy ilyen. De nem olyat, hogy ha 2 évvel ezelőtt azon gondolkodtál volna. Volna hogy. Csak olyat, igen. Nem is tudom, mit olvastam most, egy új lenyomat felismerő cégnek a részvény árfolyama az valami, nem is tudom, 600-szorozódott vagy 800-szorozódott, de hát, hogy valami iszonyatosat pörgött. Beszálltál, nem tudom, 10 dollárért, és beleraktam mondjuk 1 millió forintot, jó, és brutál hozom. De hát ezt tudni kell. Tehát nyilván ritkán vesz az ember egy ilyen, nem tudom, norvég papír cégét, akik egyébként ilyen biometrikus, nem tudom, mivel foglalkoznak, és akkor azt ott úgy, tehát ez ritkán történik. Megvilágosulsz, hogy ebbe most beleáll. Itt az OTP, a Richter, a MOL, meg a magyar blue chipek. Hát lehet keresni, csak azt úgy hívják, hogy bennfentes kereskedés. tudod, amikor a folyoson azért valaki odaszól, akinek, hogy Sanyika, most fogjuk őket megdobni 30 milliárddal, vissza nem térítendő támogatást. Gyorsan vásároljuk tépét. Igen. Azt írja, hogy rendőr 2 láb plusz kutya 4 láb, az ugye 6 láb, megfejtették neked, János, ez a megoldás, igen. Van még egy közlekedési hírünk, fontos lehet, M1 Budakeszi lehajtó végén motoros gázoltak, és emiatt is nagy a torlódás, többen kérdeztétek, hogy miért állt be a Budakeszi út, hát ez az oka. Ez az oka, drága hallgató. Érdekes volt tegnap ez a kálciumos beszélgetés, nem? Hogy vettem kettőt, hogy hazamentem. Nyomtál kettőt, jobban lettél? Az komolyan biztos. Mondom, nem tudom, hogy mi van. Egyszerűen nem is értem tényleg, hogy együnk, ne együnk, mit együnk, mit ne együnk. Érdekes volt most 20 év után, hogy megdöntötték ezt az elméletet, hogy a kálcium jó az allergiára. Vagy és hát, az, hogy még mindig reflexzerűen betolsz egy kálciumot. Ahogy én egyébként tegnap közbe jutott eszembe, hogy... És jobban lettél? Semmivel sem, de megnyugtatott a tudat, hogy van bennem egy kis kálcium. Van bennem egy kis, hát figyelj, vissza kálcium. Nem veszik, ráadásul meg van bontva, én már az összeset elfogom. Szépen napi egy, én nem az a biztos. Hogy a kukába menjem, legalább 120 forint volt. Én nagyon komolyan mondom, hogy én mindig, amit a gyerek meghagy mindenféle ilyen vitaminokat, vagy amit már nem kell neki szedni aktuálisan, megnézem a lejáratát, és még a lejáratot az összeset beszedem. Ne! Légy, ne csináld! Tényleg, napon lebontva, simán megcsinálom. Miért szedett be a gyerek majdnem lejárt vitaminját? Hát ha nem ette meg... Hát nem kellett már neki. Ne menjen kárban? Persze. Igen. Így van. Ki van fizetve, meg van. De miért nem szólsz a gyereknek, hogy egyem meg? Miért te eszed meg? Hát már nem kell. Neki nem kell. Meg ő nagyon jegy, tehát hogy elég egészség, és hála jó Istennek, lekopogom. És nem mindig van szüksége. És csak mondjuk ilyen immunhiányosabb időszakokban, meg mit tudom én, télen, meg ilyenkor szoktuk egy picit felturbozni, és amikor megmarad, még mielőtt lejárna, én azokat megeszem. Nagyon jó. Móninak az elevítjeit is bekapkodtam. És ugyanígy voltál a tejfokasztó győgynyomén koncentráltunk, ahogy azt is képofán az abáltad. Abrakos tarisznyából letted a tejfokasztó kapszulát, és nagyon jött. Utáltam a vizét, hogy a tejjel aztán serkentő teáit. De beindultál, mi? Igen. Nem, csak ránéztél a melledre, és brutálisan. De hogy besülbisültem tőle, egy kartot lehetett leragasztani. Azért nagyon-nagyon értesz ezt, hogy mit hogy kell megfogni, és mit. És eszembe nem jutna egyébként, hogy ott áll, csak hogy ilyen nagyon durván, majdnem lejárt, kicsit kesén és magnézium tablettát még a lejárt előtt 2 nappal magamba gyömöszöljek. És amikor 3-4 000 milligramot is betolsz, csak azért, mert holnap lejár? Simán, nem dobom ki. Nem, szépen elosztom és akkor ilyen fel van írva, hogy ne felejtsd el, 2016 decemberében lejár az E-vitamin, úgyhogy tessék előtte beszedni. Lejárat előtt. Most valami Q3, Q6 fogalmam sincs mire jó, de hát a gyereknek nem ártott. És lejárt volna, és ezért beszedett. Persze, simán. Nagyon helyes. Lehet, hogy takarékos. Atya úristen. Én még lejárat után is beszedegetem. Hát most az csak bírja egy darab. Egyébként az egy hatóságilag előírt mondat, szóval, hogy valamit rá kell tenni, de úgy nagyon azért ezek nem tudnak megromlani. A jó, de mitől romlana meg? De mire szedsz jódot? Mindenre. Hogy hívják, önbarnítónak használom. Mert tudod, a vízi fürdőn a dragom alatt nem barnulok. Nagyon kemény vagy.
Játszunk egyet, jó? Itt van a hallgatónk. Nagyon sok megfejtés, én nem tudom, mi történt, de... Hát könnyű volt a feladat, lehet, és hatodjára. Igen, lehet, hogy humánosabb feladatokat kellene adnunk, de nagyon sokan tudták, hogy mi a feladat, vagy mi a feladvány, úgyhogy itt van már is egy nyertesünk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gábor, hello, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello. Hello! Honnan hívtál minket, Gábor? Hát most Budapesten vagyok, de amúgy Érdről. Érdről. És mit csinálsz itt Budapesten? Festek. Festünk. Milyen lemondás volt a hangodban? Jó, hát ez egy tök szép szakma. Dehogy is izgulok, nagyon izgulok. Tényleg? Ja, jó. Lehes, vagy miért? Hát mert szavarban vagyok, hogy adásban kell, vagyok is. Ó, ne legyél. Jó. Külső-belső festés? Most belső. Les. Belső. Nem esik legalább. És mit csináltok éppen? Hát csiszolunk, festünk, ilyesmi. De mi hálószoba, nagyszoba? Hát ez egy komplet lakás. Komplet lakás. Uh-huh. Milyen színű lesz a fal? Zöld, sárga, kék. Mindenféle. Vidám színe. De ez várj, ez egy szobán belül. Igen. Ebben a sorrendben. Igen. És de narancssárga? Az számomra a legnagyobb. Van narancssárga is, meg citromsárga is. Az egyik szoba a citromsárga. Sose értem. A harmadik helyiség az ilyen. Almazöld. Az a típusok vagytok, akik egyébként hagyják, hogy a kedves megrendelő válaszol szint, vagy de ne, nem beszélitek le, hogy ez... Nem, semmiképpen nem. Ez a tulaj olyan típus, akit nem is lehet lebeszélni. Teljesen felfogadhatatlan számomra, hogy valaki a lakásán belül egy szobát narancssárgára fest. Ez nekem egy másik dimenzióból érkező információ, felfogadhatatlan. De hát nyilván ez ízlés kérdése. És akkor beállítja még mellé ezt a nagyon magas lábú, négy lábon álló Afrikából hozott fazsiráfot. Megvan? Egy narancssárga szoba, az ezt tudom elképzelni egyébként. Két afrikai gép és egy hosszú, vékony lábakon álló fazsiráf. És az úgy ott áll. Ugye? Hogy ez a narancssárga szoba. Nekünk az először meg narancssárga volt. Kis lakásba. Nem na, csodálkozom. Menjünk az első kérdésre. Abszolút nem csodálkozom. És csak mondom, ilyen hogy hívják, bambusznát keretes képek mondom, voltak. Mondom, bambusznát keretes kép, hosszú fazsiráf, na, narancsárga. Na. Narancsárga, igen. És egy kép a Kilimandzsáróról. Persze. Festett kép a Kilimandzsáróról, tudom. Igen. Kis tibeti zászló, aminek ugye az a funkciója, hogy ha lobog, akkor ugye az imák elmennek, de nem lobogott soha, hiszen benn volt a szemszobában. Nagyon jó. Na figyelj, Gábor, van-e segítséged? Igen, itt egy kollégám mellettem, és remélem, hogy tudni fogja. Sziasztok! Szia! Hello! Okos a kollega? Őszinte legyen. Szerintem határozottan igen. Igen. Remélem, hogy nem abban a témában okos. Abban a témában okos lesz, amiben én nem leszek. Na meglátjuk, na figyelj. Így szól az első kérdés. Milyen világhírű, hogy melyik világhírű énekesnő sláger a Stupid Girls? Ez a dal cím. Stupid Girls. Stupid Girls, melyik énekes nő slágere? Pink, így van. Maradjon a kolléga melletted, jó, jó haladunk. Minden szint ismertek. Nekem is beugrott, csak így zavarban nehéz. De nincs semmi gond, jól toljátok. Menjünk tovább? Menjünk. Melyik sportágban rendezték az utolsó döntőt a Riói olimpián? Melyik sportágban rendezték az utolsó döntőt a Riói olimpián? Csapatsport. Vízi jellegű talán? Nincs benne víz. Nincs benne víz. Csattakosak voltak, annyira nem. Az amerikaiak nyerték, segítsük egy kicsit. Amerikaiak nyerték. Torony magasan. Így van. Ahogy ez várható volt. Van itt egy fiatal ember a lépcsőházban. Szólítsuk meg! Családtag, ismerős, ott lakó. Nem, abszolút, csak egy... Szólj neki, hogy adásban vagy a Morning Show-ban, beszéljük meg. Most jön, segít? Ő is passzolja a kérdést. Figyelj, torony magasan nyertek ezek torony a srácok. Torony magasan, toronyugrás lehet. Csapat! Viszont egyszerre többen ugrottak a toronyban. Mindenki húszan leugrottak a toronyban. Na, most már nem engedünk el. Nem dugunk több labdát, magas labdát. Amerikaiak, torony magasan. Igen, nagyon magasan, nagyon magasan. Magasak. Érted? Kosárlabda! De jó vagy, Gábor, akkor becsárja! Te milyen jó vagy! Hát tényleg komolyan mondom, úristen, de jó. Hát egy magamtól, igen. Igen. Na most már menjünk neki a harmadiknak, ha ilyen flottul megy. Hát a filmes kérdés, az lenne a legjobb. Filmes kérdésben jó vagy?
Sok filmet láttam, és szeretem a filmeket. Komolyan? Akkor húzzuk át a kérdést, és akkor kitalálunk neked egy filmes kérdést. És mi a kedvenc, az Szürke 50 árnyalata? Mi a kedvenc filmed? Mi a kedvenc filmed? Hát ez egy nagyon nehéz beatározni. Mondj egyet, amit szeretsz, hát azért az csak hát, van. Apokaliptót azt nagyon például. Az zseniális film. Apokaliptó, az egy Mel Gibson rendezés, és ő is játszott benne. Hogy hívták a negyedik segédoperatőt? Azért mondom, hogy nem játszott benne. Igen, ő rendezte. Igen, egyszerűen zseniális film. Igen. Aj, kapjon nem, filmes kérdést? Nem tudom, hogy ilyen sportban nem. Nem, hát két sportos kérdésünk nincs. Ha, várjál, akkor. Na tessék, jön a harmadik kérdés. Jó? Figyelj, így szól. Melyik évszázadban játszódik az Apokaliptó című film? Na? Tudnod kell. Ha végét láttad a filmnek, akkor játszódik. Tudnod kell. Persze, 1492, az hanyadik évszázad? 15. Így van. Jól van, jól van, így van. Hát amikor a Kolumbusz Kristóf. Igen, hát a Yucatán félszigete játszódó. Spanyol hódítás előtti korszakot mondhatjuk. Így van. Nem tudjuk biztosan, hogy Kolumbusz volt az, aki érkezett az alahajóval, de hogy a spanyolok érkeztek, illetve az európaiak az új világba, az egészen biztos zseniális volt a vége is. Igen. Jól van, oké. Na, hát átverekedtük magunkat ezeken a kérdéseken. Hát igen. A szó, amit keresel a középfiú. Igen, megvan az ajándékcsomag, jó? Küldjük neked. Mi lesz az első, mondat, amikor leteszíték a telefont? Lajos, bocs, később. És hozzáni van létre. Majd szigorúan munka után. Jó van, na jó munkát nektek. Köszönjük nektek is. Köszi Gábor, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem jutok el, egy hónapok óta nem jutok el moziba, és annyira frusztrált vagyok emiatt, hogy annyi jó film megy el mellettem, és egyszer egyiket se látom. Otthoni se? Otthoni nézésre? Hát, otthon vagy a sorozatok, igen, de annyi jó film van a moziban, és egyszer nem tudom egyiket se megnézni. Most ez az új sci-fi mikor jön, amit a múltkor mesélt el, hogy a Ridley Scott, igen, az a Szárnyas Fejvadás kettő rendezőjének a filmje valamikor novemberben. Aha, ez még jön egy nagyon jó sci-fi. Én azt hiszem, űrlények, idegenek érkeznek a Földre, és egy tudós csapatot küldenek be az űrhajóba, hogy valahogy kezdjék el a kommunikációt, de nem akarnak kommunikálni, és minden nap egy bizonyos időben adnak lehetőséget arra, hogy valaki megpróbáljon velük kommunikálni. Innen indul a film. És azt is ki kell találni, hogy nagyon jó. Melyik időpont. Jónak tűnik egyébként. Na most van egy nagyon hülye cím, ez a Haverok fegyverben, de nagyon-nagyon jónak. Rettenetes magyar címe van, tudom. Nyugi, nem Adam Sandler. Haverok fegyverben. Szörnyű a magyar címe. Tessék? Erre nem ülsz be címre. Azért kell olvasni, miről szól. Szörnyű a címe. Még akár jó is lehet. De nem jó. Az a srác játszik benne, aki a Wall Street farkasában a Leonardo DiCaprio-nak a társa. Nagyon tehetséges. És egyik az történet alapján két fiatalról, hogy keveredik bele az amerikai fegyverkereskedelem bizniszébe. Álltok nagyon jó. Új Star Trek? Ne, én ezt nem szeretem. Tehát ahogy egy nagy füle van elálló, és űrhajókon jönnek, mennek. űrhajó jön. Ennek az egész Star Trek univerzum teljesen idegen. Mint ez bók. Mindig is utáltam. De szereted? Szó. Egyet nem láttam belőle. Soha. Na jó, a 12:02 múlva, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:50 múlt, pontosan 4 perccel mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Két szülinaposunk is volt, illetve van, fontosabban a stábban. Kiderült, csúnya módon, ezt nem tudtuk, de rájöttünk, hogy hát szülinaposok. Szülinaposok vannak ma köztünk, mert Zsül és Anna is ma ünnepli a születésnapját. Azonnal díszbe öltöztettük a szívünket. Mindent megmozgattuk. Annál már korán reggel lehetett látni, hogy egy picit, hogy láttuk, hogy egy picit furcsa, egy kicsit könnyes a szem. Először azt hittük, hogy azért, mert megint best of-ot kell vágnia, de nem. Szülinapja van. Igen, szülinapja van, úgyhogy ritjentettünk egy ilyen kis gyors köszöntést, és hát megint kik voltak a segítségünkre, ami drága hallgatóim, akik azonnal pesgőt hoztak nekünk ide a stúdióba, süteményt szállítottak, és hát tényleg olyan volt, mintha valójában mi készültünk volna. Persze nem, de megpróbáltuk azért a két szülinapost a magunk módján utána boldoggá tenni. Nem tudom. Hogy várjuk a tortát? Bizonyám. És tényleg nem tudunk eléggé hálásak lenni a hallgatóknak ezért, hogy megint kihúztak minket a szószból, és ezért küldünk majd Csabinál egy Gigi de Agustino számot cserébe. Igen. Szóval tényleg rátok mindig lehet számítani. Jött minden, és eszem iszom dinom dánom volt. Fölköszöntöttük a két szülinapost, és arról beszélgettünk, hogy
hogy milyen jó az, amikor az ember hosszú évek után egy párkapcsolatban még mindig kap egy pici apró meglepetést a kedvesétől, talán olyat, amire nem is számít, és hallgatóink is nagyon sok SMS-t írtak, amikor is a párjuk vagy elfelejtette azt a bizonyos napot, és arra kértük őket, írják meg nekünk, hogy mivel magyarázta ki, vagy mi volt a legszebb meglepetés az életükben, amit szülinapkor éltek át. Egyébként egészen megható SMS-ek is jöttek, meg hát néhány hallgató megírta, hogy a párja azért igazából kevés dolgot tud fejben tartani, és az ő születésnapja az biztos nincs ezen dolgok között. Úgyhogy volt egy-két csalódott hangvételű SMS-ünk is. Valamint vendégünk is volt 8 óra után, Frankó Zsolt színész-rendező. Nagyon érdekes témáról beszélgettünk vele, a börtönszínházakról és a börtönszínházak működéséről. Ő jelen pillanatban a Pince Színház kulturális menedzsere, és arról faggattuk, hogy kell elképzelni a börtönszínházat, milyen az, amikor országos találkozót rendeznek például József Attila színházban, és hát ezen zárt körű esemény, ugye 5 hazai börtön színjátszó köre mutatja meg az előválogatók során kiválasztott produkcióját, hogy kell elképzelni, hogy segít a színészeknek, és mit csinál pontosan. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt. Néhány hallgató nem tudta félretenni azt, hogy elítéltekről van szó, de szerintem egy kicsit más megvilágításba helyezte, vagy helyezheti őket is. Meg egy szimpatikus, tiszteletre méltó hivatás, hogy valaki nem lemond róluk, vagy elkönyveli őket olyannak, amilyennek. Általában a sztereotípiák alapján gondoljuk őket, hanem igyekszik rajtuk segíteni. Igen. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatok. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 múlt, pontosan 1 percet. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Gyerekpesgő volt? Nyugtasson. Persze, hát, hogy mi vezetünk. Mit szelsz, a Jani meg vállalhatatlan, ha iszik. Engem meg nem viszel a villamos. Hiszegem. Belekötnél az 50-esben, ma milyen lenne? Na, édes fehér volt. Ja, nem sem. Gyerekben persze. Muskota és pesgő. 6, nem tudom én alkoholtartalom. Gyerek abszolút. Ne, csak így beleduktuk a nyelvünket, nem ittunk bele nyilván. Na mit szólsz, 2 szülinapjusunk is van. Hihetetlen, a Zsül meg az Anna hány éve, 20 éve dolgoznak együtt, egymás mellett folyamatosan? Hát körülbelül. Valamikor a Danubius elején nyilván. Igen. Tényleg ezek szerint valahol megvan írva, nem? Ez karmikus kapcsolat ez már, igen. Ugyanazon a napon született. 93 óta? Hát, hány Danubius, nem? Vagy Danubius? Hány év különbség van köztetek, Anna? Egy az én javamra. Én 69-es vagyok, a Zsül 70-es. Elmert árulni egy 69-es. Nagyon durva. Én nem iskolom a korom. Nem is kell. Jó, nézlek, nem is tudod. 93-es, 90-es, kivel kezdtél, Adamma? Kik voltak akkor? Hát Bocsiékkal kezdtem, az Éjszakai Extázis című műsorba, vagy Szombatesti Extázis, bocsánat, 2 hetente egy éjszakai. Ezt nyilván már ők is felejtenék. Nem, nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó, bizony. Éjszakai Extázis. Balázsi Panna és Villám Géza. Így van pontosan. Hát azért jó, nem lehetem. De egyébként Villám Géza jó rádiós volt. Villám Géza jó rádiós. A Panna is, csak más típusú műsorok. Panna, igen. Hogy eltűnt a Balázsi Panna? Buliban, mesekönyvet ír. Például az a Panna mesekönyvet ír? Igen. Volt még egy ilyen műsor, hogy Vörcsárcsó Filippel és Pannával. Emlékeztek erre? De ez azt hiszem Dán Juventus volt. Igen. Vörcsárcsó, mi csak így hívtuk mindig. De ez nem Danubiusos volt, azt hiszem. Az nem. Az Juventus. Az Juventusos műsor volt, igen. Bulikba mentek ki, kiközvetítettük őket házi bulikba. Nagyon-nagyon menő volt az egész, bizony. Kimentek még házi buliba, és onnan... A Gábor nem ment, nem volt, hogy ő ment ki. Kit kértek a hallgatók, és akkor azt szerint, hogy ahol a legnagyobb volt a buli, oda mentek ki szombat éjjel. Ez hajnali 2-ig tartott ez a műsor. Este 6-tól hajnali 2-ig. Jó, hát Balázsnak is volt inváziója, megizéje, vagy hívják. Mi volt még? Táncreakció. Táncreakció, hát itt is kimentetek. Menő volt. Igen. Hát csak házi buliban nem? Házi buliban nem, diszkóban. Novemberig még össze kell hoznunk valahogy. Érted, ez a fejlődési fokozat hiányzik a kárjáredből. Igen. Igen, 90-es évek közepe. Utána a Cappuccino, a reggel ébresztő műsor, és akkor... Hát ők a Gundiék, ugye? Nem, először nem. Bocsiék. Ja, Bocsiék mentek át, és akkor a Cappuccino név megmaradt, ugye? Áttekertek utána, egy év utána a Schlager Rádióra. Ezt 98-ban adták el a Danubius, tehát 98 januárjában. Atya privatizálták, akkor velük kezdtem, utána ők áttekertek a Schlagerbe. És jöttek a Gundiék, Jakub Csek, Gundi Búza. A tandemes plakátot én soha nem felejtem, ez egy nagyon jó gag volt. Nagyon jó volt, nagyon találó volt. Először csak a Bocsi ült rajta, ugye? Így van. Bocsi ült, és akkor utána csak odaradták a Lajos. És akkor Lajos szólt, hogy gyerekek, meg kilahajtátok, és mondták, bocs, Lajos, és akkor fölrakták. Mi? Hiányzik a Lajos, nem vagyok rajta. Lajos igazgató volt a Danubius Rádiónál, az egyik igazgató, 4 igazgatója volt, és neki nehezebb volt az elszakadás. Azóta is nyugi ezt a magyar könnyűzene. Igen. Ezt próbálja kihemerni a magyar könnyűzeneipar.
Hát. És utána jöttek, mentek a stábok. Egészen még nem érkeztetek ti. Te, ugye mi dolgoztunk együtt közben is. Három hónap után mondtam fel a Danubiusban. Három hónap után mondtam, hogy ne gyerekek. Megkoztam neked a Dunaplázába, hogy ne tedd, de tettem. Igen, Anna át itt beszélgetni a Dunaplázába, hogy ne mondjak föl. Akkor voltam 2,5 hónapja a Danubiusnál. Rövid reggeli pályafutásom volt. És mondtam, hogy ne létszi, ne. Mondom, már megtettem. Túl vagyok rajta. Mementem a vezérigazgatót, és azonnal fölmondok, hogy ne butáskodjak, már inkább ígyunk. Nem mondom, tényleg. És minden idők legrövidebb Danubiusos reggeli pályafutása az enyém volt egyébként. Három hónap után jöttem el. Mondtam, hogy nem, ez nem az én világom. Jó, utána nekem is voltak nehéz pillanatok. Na jó, de ott utána a Danubiusban a reggeli műsorok törnek, mert évente változtam. Se. Tényleg korábban. Nem volt, hogy nem volt éves. 8 hónap, 6 hónap, így van. De fölírtam nekem. Ott az is beült háromszor, aki soha nem akart már rádiózni. Mindenki. Tehát az is legalább háromszor bent volt már reggel. Igen, nagy volt. Jó, tehát akkor ugye a Bumerang csúcson volt, és akkor ugye azért nehéz volt egy olyan csapatot felállítani. Csak az mindenki ugyanolyat csinált, vagy akart, igen. És te jöttetek ti 2009 januárjában. Emlékszel. Ugye? Akkor ünnepeltétek az aranylakodalmatokat. Ez így van. Tényleg. Hát akkor hajtottunk ki a macskaköves úton Budára. Csabi, te reggel nem, te reggel, a reggelt megúsztad, nem? Te maximum helyettesítésnél. Reggel, te helyettesítőként voltam, igen, de meg technikusként kezdve, de volt olyan, hogy olyan stáb ült bent, akik közül senki nem értett a pulthoz, és aztán amikor az éppen, nem tudom, jelenlévő technikus elment szabadságra, akkor megkértek, hogy ülj már be, mert ezek azt se tudják, hogy hogy kell elindítani. És egy ők vezettek így reggeli műsort, hogy egyik ők semmi? Igen, mikrofont tudták bekapcsolni, mert azt megismerték azt a gombot. Igen, tehát volt ilyen. Előtte volt, ugye? Tehát igen. A mikrofonot mindenki saját maga kapcsolta. Tehát ott úgy volt meg, a nagy tévedés nem volt kibe. Tehát, hogy ennyi. Egyetlen adásban tenni egy telefonálót, meg igen, tehát az ahhoz kell. Egyetlen programigazgató sem volt a magyar kereskedelmi rádiózás történetében, aki annyira bátor lett volna, hogy a Csabit egy reggeli műsorról berakja. Csabi, amikor Ferivárost legutóbb behozta, akkor nem voltál. És hát nézze, hát és működött is. Felfedeztétek, újra felfedeztétek, igen. Egyszer volt a Lovász Lacit, vagy nem tudom kit helyettesítettem. Emlékeztek még Lovász Lacit. Nem emlékeztek. Én vele dolgoztam reggel. Nem feltétlen miatta, részben miatta, de nem, a felmondásomat azért nagy részben nem a Lacinak tudom, mert nem működött. Ezek a mesterségesen összeválogatott reggeli csapatok, ezek sosem működnek. Igen. És akkor én még azt gondoltam, hogy igen. Illetve tulajdonképpen a tervem az volt, hogy befészkelem magam a Danubiusba, és majd oda viszem a Janit. És amikor láttam, hogy itt szemellenzős emberek vannak, ez nem fog menni, akkor felhívtam szóval János, hogy hát eddig tartott neked is, meg nekem is a pályafutásom. Én ugye a DJ-től jöttem el, és mondtam, Jani, nyugi, megérkezem, megtisztítom, jössz, és ketten, és akkor majd valóra váltjuk az álmunkat egy reggeli műsort, két szóval fölfértem, hogy ne gyere, még nem mondj föl, bárhol vagy, még nem mondj föl, ez nem fog menni. És akkor eljöttem a Danubiusba, és aztán mentünk vissza évekkel. Laci, évekkel Laci. Később. Laci nagyon jó szakember egyébként, mondjuk én nem ismerek minden szakmát, tehát... jó idők voltak azok, jó idők voltak. De egyébként voltak érdekes részei annak, hogy ott nagyon sok mindenkit kipróbáltak a reggeli műsorban. Ábelanitára emlékszem. Ábelanitára nagyon jó volt. Ugye Majka is volt reggeli műsorban, akkor ő még nem volt akkora, nem tudom. Hát, hogy Lovász nem Majka volt annyira felkészülve. Lovász, most Annához neked, hogy vannak meg ilyenek? Van 1998-tól a Cappuccino, indul az új csili, 2009 első 5-ig, minden megvan neki. Mindent fölírtam. Atya hát Isten, egy rémen vagy. Ez a múltam. Egy Dusty Hoffman vagy. Ez a múltam. Atya úristen. Igen. Happy Endre távozik a Danubius rádiótól. 2006. 4-től 18-ig Sebestyén Balázs érkezik a triósba, 2006. 9-től esély, Sebestyén Balázs távozik. A Danubiusban rádiótól, Lilu távozik a Danubius rádiótól, Happy Endre távozik, Majka távozik, Ábel Anita Kapocsóka távozik. Mindenki távozik. Jó, Kapocsóka megérkezik az első nap. A harmadik napon ott egy akkorát, hogy így azonnal távoznia kellett. Hát ott voltak pár. Ő úgy volt a maga nemében. A bátorság. Igen. Ott volt egy olyan elszólás, ami talán egy kis erős is sikeredett, és akkor neki is menni nekem kellett. Nekem megvan egyébként archiválva. Így minden van. Minden ilyet elteszek, és hogy öreg leszek, kiadom, és ebből fogok élni. Kapott zsóka. Ma már lovak keresztet kapni. Ugye, hogy ebben az országban már megtörténhet. Ha én kapok lovak keresztet, esetleg a Bayer visszaadja? Hát szerintem nem. Ha én elkezdem ezen dolgozni, hogy én kapjak, akkor át a visszaadja. Nem, ahhoz Fletónak kellene kapni. Csabikám, ja nem, hívjuk a naphallgatóját. Már akartam kérdezni, milyen zenei lesznek, majd előtte fölhívjuk. Jó. Fölhívjuk a naphallgatóját gyorsan ezen kis rövid nosztalgiázás után. Milyen szép is volt. Tudod, nekem már csak múltam van. Elképesztő, hogy ezeket gyűjtöd. Igen. Thank you.
Jó, hát nem, nem. Azért van itt ilyen fejezés is Annától. 2002 első O3, minden hatodik héten jó magam kerültem mikrofon kezelébe, mert Jakub Cseh Gabi TV2-s forgatásai elszólították. Azért magát is belerakta ebbe a kis összesítésbe. Jelű, ne felejtsem el. Jó magam. Jó magam. Jó magam kerültem mikrofon közelébe. Volt egy játék, nemek harca, és a Gundival, hát ugye a férfiaknak lévő kérdést nőnek kellett föltenni. Na de hát a Buza Sanyi ült vele. Ő eljátszotta a nőt, nem is rosszul. Hát, csak hát nézz oda. Úristen, ezt a játékot még én is játszottam a Danubiusban. Ez valami kiírthatatlan játék volt? Igen, ezért ültem be. Jézus, azt még szerintem játszottam a nemek harcát, igen. Meg a mi trabantos játékot. Úristen. Mi szól a Trabiból? Mi szól a Trabiból, igen. Na Csabikám, most már el tudod mondani. Bocsánat, remek zenék ma is? Én is egy kicsit múltat idézek, annyira azért nem megyünk vissza, csak mondjuk 2 évet. Én azt láttam most a televízióban, elég sok helyen jönnek ezek a tehetségkutatók, és van egy dal, amit szerintem a hölgy jelöltek nagyon sokat, vagy sokan fognak énekelni. A Sziának, aki ugye sokat nem énekelt most évében a Szigeten, de amúgy tud, tehát hogy voltak régebben jó koncertjei, és a Chandelier című dalában nagyon-nagyon sokat mutat magából, és aki tud énekelni, vagy azt gondolja, hogy tud, azt szerintem azt el fogja énekelni ezeken a tehetségkutatókon. Ez egy ilyen dal lesz, figyeljétek meg! Sokat mutat magából, azt mit jelenti, orrig? Nem, nem. Ugye? Hogy olyan a parókája. Hangban. Ja, úgy? Hangban. Tehát, hogy a tényleg, aki tud énekelni, ez ebben a dalban be tudja bizonyítani. És állítólag ő kiállt a Szigeten a színpadon, de nem a színpadon, hanem a szélére, mert hogy nem állt kezembe. Nem állt ki, tehát oldalt, így fél takarásban. Ha a rossz oldalra álltál a színpad előtt, ha az ő saj arra az oldalra álltál, akkor már nem láttad a síját, vagy szíját. Ez egy orvos, aki nem mer műteni, vagy rosszul van a vértől. Hát miért nyomaszt engem az ő neurotikusságával? Hát ha nem mer kiállni a színpadra, igen, akkor miért csinálja? Igen. De a dalai jók, egy az a Sompolos dalat, ki nagyon szeretem, az egy jó hangulatú dal. Igen, tehát ő zeneszerzőként indult meg, szövegíróként, és aztán valahogy valaki rábeszélte, hogy énekeljen meg, legyen előadó, de benne nincs meg ez és a állt a színpad szélén. Igen, kicsit takarásban mondom, ha esküszöm. Ne. Hát ugye a nagy színpad, a nagy színpad óriási méretű és nagyon mély is, tehát ha ott, ha csak te a közepén állsz a színpadon és kijössz oldalra, ez a rész már nem fog látni téged, takarásban van az oldalsó nagy molinó miatt. Igen, nem mert szembenézni 60 ezerrel, csak 30-al, azt mondta, azt még be az tudja elég, állani. Az elég. Elképesztő, nem? Milyen jó lehet, hogy duettben a Tabánival, nem? Ekkora pörgés. Mindig üres a színpad, mert a két takarásban állnak és énekel. Hát a Tabáni az fölmegy, körbe rajzolja magát, és abból nem lép ki. Te tényleg? Igen. És hát megerőgessünk már benneteket itt a stage-ben, menjetek már fel a színpadra. Fél órája megy a fellépés, Léci, most menjetek föl, igen. Csabikám, jó munkát neked! Köszönöm szépen! 555-55-00 dal, ha szeretnétek dalat kérni, tegyétek meg. Mi pedig holnap egy napra még nem vagyunk, de már csak egy napot bocsássatok meg nekünk. Így van, egy forgatás miatt, egy hirtelen becsúszott közös forgatás miatt kell nekünk távol lenni. Nekünk. Meg lesz az eredmény. Így van, 3-ból 2 forgat, 1 meg nem marad itt. Illetve egyet nem hagyunk hátra. Így van. Úgyhogy, mert csak Csabi tudna beugrani helyett. De ez csak egy nap, egy közösen forgatunk Anna valamit. Bejön. És játszok a nemek harcát Annával. Mi előttem a lista, van kit visszahívni. Tehát be tudunk egy napra ültetni. Jó, ez csak egy hirtelen jött ilyen kicsit váratlan közös forgatás. Meg annál napra szüli napja van, és ma este úgy bepanírozzak, hogy csak kézzel járva tudnak. A másik, hogy a komplet 13. kerület rá fog gyújtani majd utána este fél tízkor. Akkor a buli lesz. Érted. Na jó, Csabikám. Házgyár jelen nem szigetel, basz. Csabikám, jó munkát neked, jó? Csáó, hétfő jövünk, szevasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az